I can feel you when you lose control. We'd be walking on the water. Beugrott a székbe. Kapcsold már le! Hát üdvözlök mindenkit, szép délután, srácok! Mindjárt ilyenkor is behuppan a székbe. Hello Christian, szia Martin, hello Csilla, szia Dani, KD fan, hello Maja, szia Ákos, szia Nesi. Hello! Ciao Dante, szia mindenki. Nem ilyen hideg lett. Szavasztok! Hello! Itt vagyok! Nem mondanám. Szevasztok, srácok! Szevasz, Jani! Hát, hogy mennyire... Igen, tudom, fogytam, ez az érettségi miatt van. Össze vagyok esve. Feri arc elfehérült. Látszik rajta most stressz. De és miért, hát, Jani, hogy ez igen forma egy, hát igen, csak... ne feltétlenül Kodit nézd! De engem se! Én szeretem kitörni a kereket. Én sem mondom kifejezetten, hogy engem nézni érdemes. Most hagyjuk az érettségit, mert még nem tudom, hogy milyen lett. Szóval ezeket a kérdéseket hagyjuk, majd megtudom. A Subaru-ról viszont jobban tudunk nyilatkozni. Ja, azzal, hogy igen. Ja, ha nem baj, akkor közben én itt elfogyasztom. Miért ment? Ja, hogy az? Ja, azt hittem, hogy tiéd. De tényleg, hatalmas élmény azt vezetni, annyira más, egy 19 évet lépni az időbe, Subaru-ba lényegében, ugyanabba. Opelból, Subaru-ba. Csak egy kicsit más, nagyon jó volt, szerintem nem sok szót fecsérelnék erre az időből, mert hát igazából erről egy tökéletesen összevágott videó lesz. Igen. Utólagos alábeszélés, stb. Tökéletes, azt még nem tudjuk, de, hát, de lesz valami videóról. Abba minden el lesz mondva, és tényleg próbáltuk a lehető legjobban úgy forgatni, hogy át is jöjjön az, hogy mennyire is. Tehát egy, mi is ez. Illetve a hangra figyeljetek, hogy esetleg a játék hangosabban megszokott nála tőlünk, vagy halka, vagy valami. Állítottunk egy kicsit a keverőn, mert nem tudom, nem voltam megelégedve a dolgokkal. Ja, aztán hogyha halk, akkor írjátok, hogy halka, hangos. Ja, majd még akarok is állítani rajta egyébként is, mert a... nem tudom. Nem százas a dolog, lehet ebbe többet is kihozni. Na de, formegyezünk. A következő pálya, ami elénk áll, az nem más, mint Azerbajdzsán. Nem, hogy nem mentünk rajta, igazából most hallottunk róla először, amikor elkezdtük ezt a sorozatunkat. Szóval fingunk sincsen a pályáról, csak az, hogy hát azért közel van a fal. Igen. Szóval Feri is közel van a halálhoz, meg ilyenek, szóval... Szóval lehet, hogy ez egy gyors live lesz. De előbb kész lesz a holnapi videó. Én igyekszem mindenféleképpen végigvinni, ugye jelen esetben a Red Bull Racing a masszív ötödik helyen áll 62 ponttal, azért a 137-től eléggé messze vagyunk, de hogyha most egy KD 1-2-t lenyomunk, akkor bám 50 pont, és már ott is vagyunk, tehát azért... Figyelj, most már, hogy vezettük a Subarut. Ja nem, bocsánat, jaj, ez nem Red Bull, nem, ez nem csapat, ez versenyző, aha.
Ja, tehát hogyha, még, ha nekem jön egy win, azzal eléggé, hát Hamilton az nem előzöm meg, de viszont felérek a felső mezőnyben. Azt kell, hogy mondjam, hogy Nico Rosberget nekem mikor sikerül majd megelőzni, azt nem tudom. Hú, szerintem ne a mi Forma 1-es tudásunk alapján készülj, mert akkor az nem lesz jó. Ez így van, Jani, de előre is sok sikert. De köszi, Coco Cheert. Coco Cheert. Is érdekes lesz. Ki... He? Nekem nem teljesen. Hát gondolom, hogy azért gondolt a múltkori karambolra, hogy megismételjük, hogy valami. Reméljük nem. Akkor az én szívem is rövid lesz. Reméljük nem. Na, ne nyomd el ezeket. Mert ilyenkor hype-ol. Ja. Ez a hype idő, hogy Forma 1, meg megjöttünk, meg mi lesz, meg hogy lesz. Hát ez ezt nem ki sok kell várni. Ez a kóla. Ezt ki kell várni, hát mit gondoltál? Jó van. Itatja magát. Húha. Az kicsit mi az a kocka? Kicsit olyan szögletes a pálya. Hát ez egy ilyen, nem is tudom. Aha. Valami csak úgy eszembe jutott róla, hogy hirdel egy az alakjáról, csak... Mint hogyha... Mint egy... elektromos fogkefe. Ki mit lát tudom. Benne? Elektromos fogkefe, nem rossz nekem. Úgy néz ki, mint hogyha valami motorolajjal, az a izé, fogod a kockát, és a motorolajat így öntöd bele valamibe, és az pedig egy... hagyjuk. Hát, úristen, mik azok a kanyarok? Mint hogyha egy rossz óvodás rajzolta volna azokat az első kanyarokat. A másik része meg konkrétan olyan kockás, hogy az hihetetlen. Hát én azt mondom neked ide, hogy maxi leszorító erő, ahogy csak kell. Legalábbis nekem. De mik ezek a... mi ez a... ilyen kanyar? Azt mondom, mint óvodás rajzolta volna. Kimények médiummal és... mi az a hajszárító jobb oldalt? Megnézzük a hajszárító. Ja, hajszárítózzák azért? Ja, hát... hidegen kell tartani a pilótát, az autót meg melegen. Ó, nem fog esni, Dávid. Hallod? Végre. Nem fog esni. Csak felhős. Nice. Easy. Nekem egy Forma 1-es pályának tűnik. Szerintem te nyerte. Amúgy igen. Olyan, mint az ablaktörlő, ami a buszokon van. Hát lehet. A buszokon van. Kézibárt. Júj! Mi történt? Igen. Baku City. Feri. Igen. Szerintem kicsi egy erre a boxból. Akkor jó. Törő, nem törlő. Ja, törő! Ó, jaj, a kockásra kezdtük. Ja, az a kis izé, amivel ki kell... ja, igen, na, ütni nice. A izét, ablakot. Na, várjál már, mi hagyjuk a picsába. Ami a Subaru túlélte, meg mindig kattog, de egyébként mint hogyha kevésbé. Jaj, Móni! Ja, még magától megy. Na mindegy, az majd a későbbi streamembe akár kitérek egy sztorira. Hallod, mi van már, ne laggoljam anyád? Az mi épület, te? Figyeld már a polipot. Várjál, mastomó vagyok. Ez miért van 60 egyenes. Hz? Na és akkor most értem be a izébe. Hallod, ha még egyet belaggolsz, kidom az ablakon. Mia! Ferenc, nem akarom. Azt mondod? Ez mi volt ez a kanyar? Ezt meg lehet ereszteni, ezt a hátsót. Hallod? Még mindig akad. Hát a... júj! Kodi, nagyon óvatosan gyere. Jó. Átverős. Figyelj, a Subaru után... hallod? Ha azt megszokta, azt szokta, ezt is megszokod. Igen. A bolyan volt gyerekek a pedál. Most nem a Dávidéről beszélünk, hanem a... hát nem olyan, mint az Opel-ról. A legújabbról. Egyébként nem egy... Hogy konkrétan... nem kellett hozzáérni a gázpedálhoz és ment. Mi a tököm ez a kanyar? Igen, very welcome. Komolyan. Itt így galamb. Jó. Hát nyugodjál már meg. Hát itt félgázon kellett végigmenni. Én bemegyek a boxba, Feri. Én hazamegyek. Én is amúgy. Hát tudod, ki a tököm fog ezre a pályán menni. Én is, mert 60 hercen vagyok 165 helyen. Én meg laggolok, mint a szutyok. De hogy vajon mitől?
Ú, ez de egy jó gyors, itt fogunk kitörni a kereket. Hát ne szívassál már. Amúgy lehet megkötni a fogadásokat, hogy hol fog Feri elszállni. Feri melyik falra fog felkenődni. Hol a box kiárat, he? A rák tudja. Hát hol mentél ki? Ja, hát ott bal oldalt. Köszi. Mindig legalább balra kell figyelnem. Ott be kell menni és... De fura így egy monitorral. Ja, nem ez az. Ez itt? Aha. Jaj, Móni! Oké, okay. Nem tudtam, hogy hol... Majdnem a boxba beívett törtek ki a kerekét. Jó. Baleszkó, köszi szépen a feliratkozást. Nagyon szépen köszönjük, Baleszkó, hogy nálunk nyomtad a Twitch Prime-odat. A havi egy ingyenes feliratkozásodat. Köszönjük szépen a támogatásodat. Egészségedre. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, és... ja, ezt igazából mindenkinek mondanak, hogy igazából sokat visszajártak ide, és tényleg sokszor tudunk titeket szórakoztatni, akkor hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket egy feliratkozással, mert... Kéreget! Tudja anyád? Éppen romantikus izé megható pillanatban voltam. Tehát, hogy... mert... szeretnénk minél több ideig csinálni azt, amit szeretünk, és minél tovább szórakoztatni titeket, de... ebb könnyű azért, ezt lássuk be. És ha azt szeretnétek, hogy ne menjünk el dolgozni videózás helyett. Igen. Tehát értitek? Full time-ba. Értitek. Feri naplopó vagy? Nem akarsz dolgozni? Szar a munka, mi? Rohadj. Mit akartam? Ja, 165 hercet. Hogy kell itt beállításokba menni? Tudom, nagyon remélem, hogy megoldott a laggom, ha nem, akkor baj van. Jó. Én megpróbálok egyívelni. Köszönöm, hogy a csírt Beró, Ádám. Hali? Erőnünk, Baleszko. Köszönjük szépen. Köszi, Gogo. Akkor további jó szórakozást. Hogy kell? Hármas kanyar, úgy érzem eléggé sok lesz benne. Mit dumálsz már megint? Hogy kell a játékba beállításokba menni? Feri, van egy olyan opció, hogy beállítások, de egyébként ingame szerintem nincs. Az nagyon sok jó. Sok játékban van egy hülyeség, hogy ingame nem tudsz beállításokba menni, nem ez pont az. Ja, itt van. Ó, oké. Akkor hagyjál békén. Hármas kanyar volt ott is, hármas kanyar volt itt is, ott is, itt is. Nagyon jó. Ferének nem tetszik a munka. Köszönjük a csírt. Én nem ezt mondtam. Rosszul fogalmazott. Egyébként ma is bocsánat, hogy Debdeikkor jöttünk. Akkor akartunk, csak reggel 9-kor indultunk fel Pestre ugye forgatni. Azt a jó életbe. És hát most értünk haza. Igen. Lettek jó kis drónos felvételek, minden fú, nagyon OP lesz. Remélem sikerül elég. Vasárnap 11. Mi lesz vasárnap 11-kor? Autót már megérdemli. Itt is egy hármas kanyar. Akkor itt minden kanyar hármas. Igen. Ez olyan. Legalább könnyű megígyezni. Feri melegítő. Kijöttem a boxból és hívnak. Hát anyám! És tényleg anyám! A vezetés közül nem kéne. Jaj! Mi van? Hon vagy? Térik 3-2-1. Hú, ez az egyenes szakasz, ez... Hallod, végig szabályozom. Jaj, kettesben nem szabad kettesbe, utána elszáll a segge. Jaj, mennyi te hülye. Nagyon durván be kell rakni a... Nem lehet kanyart levágni. Arra már úgy rájöttem, mert ja. Annyira... Csak nem is szabadna... Hát... Le lehet még vágni a kanyart. Nem mindig, nem mindenhol lehet egyébként. Le lehet vágni a kanyart. Úgy 165 hercen tényleg jobb. Csak fájni fog. És amennyire lehet, le kell. Mert nagyon... Nagyon kockásak a kanyarok. Mindegyik kanyar 3-as, összeszarom magam. Hát itt visszaraktam az E2-be, no. Amúgy 3-as a szerencse számom, szóval álljunk már meg. Na jó, itt van egy 2-es, az... Hát, hogy... Annyira nem indokolt. Ez itt mi? Tehát, hogy ide fékkel nem szabad belejönni, mert úgy neki csúszol a falnak, mint az állat. Ó, mi próbálunk nem nagyon ordibálni, de akkor... A vedlentebb a hangered mindenféleképp, hogyha nemrég voltál felész, de remélem nem miattunk voltál felész. Ja. Nem rossz pálya ez.
Kíváncsi, hát, hogy elsőnek még nem csúsztam ki. Rajta. Ja, én is, meg hát elsőnek vagyunk a pályán. Valaki szóval. 9-es. Várj, még nem voltam itt a... Izé. Nagyon hosszú az e. Igen. Meg nagyon sok benne a hosszú egyenes. Nem vagyok benne biztos, hogy ide tapadást kellene hozni. Talán egyet nyomok a de tapadásra, amúgy, de... amúgy, hát azért... Nem. De, hogyha egyenesekben mindig megesznek majd, az nagyon nem lesz. Nézd, már itt szabályzok. Én bírtam a végéig. Mi? Én a végé, én... Ja, jó, mondjuk nem... Ja, nem szabályozott, bocs. Hanem izélt. Csak villogott. Hogy váltsak. Viszont... Köszi, Ádám. Azért... Light Rain. Nyugodtan, persze. Mi? Lehet, hogy akár sebességre kellene húzni. Azt mondod? Juhúj! Még nekem akkor itt elindul majd a segge. Nem tudom, nagyon furcsa. Nem is tudom, van-e... Tehát nagyon sok egyenes, nagyon hosszúak, és mindig hármas kanyarokkal, szóval lassú kanyarokkal. Itt nagyon... Hú, ebbe a kanyarba, de ki fog-e... De ki fogok én még kenődni oda izére. Van egy pár, amiben szemezek már. Na, azt meg tetszett. Hú, ha két másodpercet javítok csak. Ez tök gáz. Hát. Jók ezek a gyors izé kanyarok itt a végén. Aha. Tetszik. Ez a teljes tapadás nem kell, mert úgy halott leszed az egyenesben. Nézd! Én már itt tartok, és még de. Elő se jött, most! Jaj! Hát én itt már... Hát... Tőgázzal egyébként ki lehet jönni. Nézd, én már itt. Nekem ilyenkor még semmi nincs, tehát egy pötty sem. Én már itt villogok. What? Feri! Nekem itt milyen volt egy pötty, egy piros. Milyen áttételeid vannak? Nem tudom. P3. Not bad. Not bad. Hát akkor próbáld ki végsebességen. Megnézzük. Csak hát ne, hát azért azt sem fogom kocra küldeni, mert akkor meg itt a izét. Aha. A lassabb részén kigyorsítás ne eldobom, nem ér ennyi. De dráljam a falat. Amúgy igen, Ádám. Köszi. Még nem, amúgy nem is csúsztam meg, tehát hogy pályája válogatja, vagy mi? Pedig, hogy fejlődsz, beüti a Subaruba, egyből jobban ja, hozzá. Mondjuk azzal nem tudtam úgy menni, de... Ja. Ez hanyas kanyar lehet, vagy ez kanyar egyáltalán? Én már esetem. Ajjajjaj, Móni! Ott sok időt lehet hozni, hogyha ott ezt a kis... Csiki-csukitat, hogy jól beveszed. Aha, itt hátul van ez a kettes. Kellemes pálya. Amúgy azt hittem rosszabb lesz. Meg azt hittem, hogy... Hát nem tudom. Azt hittem szűkebb lesz. Ja. Itt olyan Ausztrália feelingje van. Végéig nem engedek föl gáz, Feri. Nézd, itt... Tőgázzal megyek. Most már nekem is izél tilt. Mi szar? Eddig úgy néz ki, nem léptél rá nagyon a gázpedálra. Megint másfél másodperc. Nice. Pedig még a gumi is kopik az. Na, ezt kellene itt szép ívbe. Ne olvasd a csetet, miközben vezetsz. Az egy szép sikán az. És azt mondtad, hogy ez miért van, hogy van revélletet, valami kell, nincs vírusokat, mert a gumiusz éles, és azt mondtad, hogy miért van. Mármint a régi állapothoz képest, mínusz 40 FPS? De ez egy régen volt. Jó, aztán meg jött valami, és így droppolt 40-et. Egyszer csak. Elhagyta magát.
Én ilyenkor mindig úgy szoktam kezdeni, hogy fogom, majd bemegyek a boxba, aztán megmutatom. Mert ezt sokszor szokták kérdezni. Pillanatot kérek. Hát ja, ez kell itt jó, ez négyes. Ez itt négyes, és egyébként igen. Azon sikán? Aha, nagyon para belemenni. Én hármasban nyomom neki. Nagyon köszi para belemenni lendülettel. Nem látom a csatön, de... De egyébként tök egyenes, csak... Csak van benne egy ilyen törés, és nem látsz bele. Viszont ha jó ívről, jó széles ívről rátekered, akkor így be lehet menni egyenesen, igen, majdnem. Igen. A rázóköveken kell mindig... Hoppá, Dávid! 40 tizedet vertem rád. Mi csinálsz? Jóról hagyja meg piros gumival, neee! Mi, te min vagy? A fejére kell még Feri médium. Ja. Esős gumikon megyek, még várjál már. Hát mi van veled? Nem úgy szoktam, hogy már egyből felkenem. Hol a box bejárat? Itt a box bejárat. Alig lehet meglátni, kitábláztattak volna igazán. De nem áll. Jó, tehát hogyha bármi... Azt hittem jó vagyok. Elsik az FPS-em játékokban, akkor mindig azt csinálom, hogy... feladatkezelő. És... Főként ezt nézem, például processzor szerint rendezem, és akkor látom, hogy mi eszi a gépet, és hogyha esetleg itt azt látom, hogy a processzorból leszik valami 200% vagy 500% fölött, ami mondjuk nem egy játék, nyugalmi állapotban a gép annyit eszik, akkor baj van. Megnézem, hogy a GPU-t eszi-e valami, hogy ott minden rendben van, a memóriából mi mennyit eszik, abból is lehet azért kilátni a dolgot, és ha itt van bármilyen gyanús dolog, akkor már egyből lehet tudni, hogy ott van a probléma, itt is ugye meg is ugyanazt lehet látni, csak itt összesítve. Illetve egy AIDA-val meg lehet nézni, hogy pörög-e a gép fölöslegesen, ha igen, akkor mi, meglátod, hogy mi melegszik, és akkor látod, hogy mit pörget esetleg. Általában, hogy ide bejössz, vagy esetleg már ide jössz ide a részletekhez, itt már a memória alapján ki tudod listázni, és akkor még mit tudom én, mondjuk valószínűleg ez valamiféle rendszer antimalware, szerintem a izé lesz. Vagy a frissítés, vagy valami, vagy az alap vírusírtó, de mondjuk systemes is. De mondjuk mit tudom, ez a C-Sharp browser szarság nekem gyanús, hogy túl sok RAM-ot eszik, azt se tudom, hogy micsoda, akkor itt rá lehet menni, hogy hogy fájlhelyének megnyitása, megnézed, hogy mi a franca az, mondjuk látod egy kéretlen program, amiről azt se tudod, hogy micsoda, akkor simán rámész, jól klikkel, hogy feladat befejezése, utána pedig kitölöd a mappáját, a francba, illetve még egyéb folyamatokat leállítasz, hogyha esetleg futna tőle. Kitöröd a mappáját, és hát végül is a kéretlen program, ami véletlenül, vagy valamilyen más program által feltelepült, el is van tüntetve. Igazából, hogyha itt nem látsz terhelést, akkor nagyon nincs. Tehát, hogy én itt mindig megtaláltam azt, hogyha valami terhelte volna a gépemet, kéretlenül. Tehát valami fel lehet volna, meg hogyha a máshoz is megyek, mert kéri, hogy gyere már, mert vírusos a gépen, mindig kimegyek, ezt megnyitom, azt látom, hogy ott zabálja neki az ad vírus, meg ilyenek. Hogy nem nagy vírus, csak igazából kényelmetlenség. Azt akkor megkeresem a helyét. Most meg már esni fog! Rögetem, és mondta. Hát anyádat! Mondta a bácsi. Na, autóbeállítások. Nem tudom, szerintetek? Aki esetleg ért a Forma 1-hez úgy jobban, kifejezetten jobban átlátja. Mit ajánlana inkább? Növelt végsebességet, vagy mondjuk egy kis leszorító erőt? Mondjuk Jani, ha még itt vagy, mit ajánlanál erre? Melyikkel lehetne jobban menni? Mert a növelt végsebességgel az egyenesekbe tök jól tudnék menni, viszont akkor ott a kis izé részen lenne, egy kicsikét gázba leszorítom. Ezt, hogyha leszorító erőt kérek, akkor ott a sikános része, meg a kanyarokba leszek gyorsabb. Az a baj, nagyon balanszol van a kettő. Hát akkor rakjuk balanszoltra, érted? Hát amúgy igen, az is lehet. Én visszarakom, megnézem. Hogy... Amúgy... Meg az is... Még amúgy balanszoltba... Lesz-e akkor versenyen eső, vagy nem? Mert ha lesz, akkor... Amúgy ha balanszoltra rakod, akkor több van húzva a végsebességre. Mennyire alapértelmezetre? Azt hiszem. Lehet ott 60. Ja, és a 10-ből? Ja. Akkor jó. Akkor nem szóltam. Mit értél, Dominik?
Hát Dávid? Előbb tiltan az autó egy kicsivel. Figyelem, automata esti fog. Vagy már esik. Már esik. Hát nem enged ki. Vagyis nem enged ki. Na, kienged csak. Wow. Nem akarja, hogy menjen. Egyéni beállít. Hadidide! Hát akkor mi az anyámmal menjek ki? Szerinted? Hát mondjuk nem most kell neki mennem esőbe, megnövelt végsőbe. Nem állj, most elcseszít a szabad edzésemet. De nem is esik még, hát anyátok. Aha. Hát igen, a DRS minden. Jó, hogy zöldet főraktál, anyádat. Véletlen arra mentem. Hát de mi? Nem is esik még. Megfelelő gumit kell használni a jelenlegi pára körülményekhez. Figyelmen kívül meg. Hagyom irány a pálya. Már 5 másodperc. Izé. Mi? Annyira már esik? Is. Hát de még leesse, esett egy csepp se. Figyelj, én hiszek neki. Viszed az Inter? Viszem. Ha megcsúszok, akkor... Ah, másik, esik. Esik, jó, akkor Inter kész. De jó. Ez nagyon jó. Ez tök jó be... Hát akkor nem akarom összetörni, inkább átállítom lesz a rújtőrőre, hagyjam meg. Hát most így... Jani már nincs itt. Inkább... Vagy csak nem tud írni. Nem tudom. Húha. Most amikor lenne esélyem arra, hogy kiteszteljem a megfelelő beállítást, akkor bezzegesik az eső. Nagyon jó. Hát még fel... ebből a pályából már nem lesz száraz pálya, ma úgy igazán. Hát szabad edzésem már nem. Akkor maradjunk balanszoltan, én azt mondom, mert mind a kettő olyan, hogy nem bízok benne, hogy jó lesz. Jó. Meg az a baj, hogyha most esik, lazán versenyen is eshet, mert csak az első 40 percet látjuk, hogy mi lesz. Érted? Lazán eleredhet. És nekem ott elered, és maxi izén vagyok. Sebességem. Ja. Akkor nem lesz a legjobb, úgy fog csúszkálni, mint disznó égen. Hú! Feri, szárítsad már. Megyek, tolom a vizet lapáttal. Hát kettesbe kell mennem a hármas kanyarokba. Nem merem neki nyomni. Ó, van Dion képek, szadunk is, veszünk is, rengeteg van. Mi? De köszi, ja igen, jó. Olvastam. Ja. Csirke érkezett. Jaj, jelen? Móni! David, a hosszú balósba ne menj gyorsan. Oh, hello. Hello, Adam. Hadi. Ja. Oké. Okay. Megtudod az elejét? Aha. Kész egy csirket, Adam. Lehet így jobban fogja adni a hátra dőlök. Kicsit közel van a pedál. Most, hogy mondod. Tolom a vízt! Látod a izémet? Nem. A lábnyomomat? Nem? Én látom pedig. Te egy kicsit messze vagyok, Feri. Rohadj meg akkor. Egy kicsit a szerver szinkronizáció még nem ott. Jó, ide elkezdte tolni az elejét! Igen. A hosszú izé kanyarba, egyenes kanyar izé ív, na az. Nagyon jó száz. Jajjajjaj, még jó, hogy itt ez a szar. Olyan jó 100 fokos a fék a egyenes végére, az a jó fékezni. Jó, mondjuk már 800. Milyen jót érez ez az ecsőcsepp, ami rajta van, hogy így hirtelen 800 lesz. Gyere be mellém, Dávid. Hello, Feri. Épp onnan akarok kijönni a rákba. De szép vagy odabent. Igen. Te látod a csíkomat? Aha, itt van. Tényleg? Csak gyere, gondolom, messze voltunk, itt már nem. Itt már igen. Ja, mert outloadol egy idő után, gyere. Eléd? Ja. Kösz. Ja, kitölti egy idő után. Tök jó. Ezek nem jönnek ki a bo... Hallott ketten mondjuk a pály... Á, az nem, de... Hát figyelj, és minek törjék össze a kocsit? Hát igen, Feri. Hát jó, lehet nekünk is maradni kellett volna, mert igazából... Jó, mondjuk legalább tanuljuk a pályát. Hát még eshet a versenyen azt. Jaj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 
Jó, túl takra vettem az ívet. Takarodjál már, Button! Button! Benyomlak. Hallod, befékezzek elé? Ne vadulj! Te meg hátulról belerongyolsz. Ó, milyet refögött a kocsi, hallod? Nem. Te buldog. 40 másodperc a referencia időm. Ha jól hallottam, 40 másodperc? Muha. Nekem csak 20. Ja, mondjuk te forogtál ott is üzébe. Azt a jó életbe. Not good. Dionak a belseje piros. Ijj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 
Dávid, rip. Jó, na azt hittem, hogy kitörik. Neki csúsztam a falnak. Mi a balherémet csinálsz? Mennyi, át tudsz rajtam menni? Nem szeretném kipróbálni. Én 8-asba fogok végigmenni szerintem. Pedig hogy sikerült az írásbeli? Nem tudom, még mindig. Feri még nem tudja. Ajjajjajj! Ne! Jó, meg csináljál rosszat. Ja, jó fog az eleje? Fie, én éreztetem úgy, hogy tök könnyű volt az írásbeli, azt végén meg... megbukok, érted? Ja. Kergetőzik egyébként kembe. Húha! Bal defektem van. Bal hátsó. Kiugott a kerék. Leszallom. Feri, az elmúlt két percben. A tököm az esőbe. Több ó baszkit hallotta meg ó anyádat, mint eddig az összes Forma 1 alatt. Összesen nem gondolt, hogy baj van. Vissza kéne venni. Ez a kerék hang. A Hülkenberg szájjám el erőlem. Rendi kell csak. Nem tudom egyébként. Tényleg, nem tudom. Az a baj, az ember akárhányszor arra azt mondja, hogy dolgozott rá, hogy könnyű volt, annyi szó lesz szar, és majd, hogy nem ugyanígy fordítva. Szóval... Legyen olyan közepes, tehát se nem könnyű, sem nehéz. Na, és akkor hármasan... Jó, azért inkább nehéz volt, mint könnyű, de... Meg volt. Mi? Na, akkor ötös. Most így változik a jegy, így írná, most, pont most a tanár, és így könnyű volt. Egyes, így, nem olyan nehéz, öt, jó. Én nem tudom, de szerintem ez így működik. Mint valami iratlan szabály. Igen. Nyertünk? Na, be kell írni a kódot. Na. Hú, de rohadt jó illata van. Ugye? Na, igen. Szeretem a sportszelet. Én nem megyek most ki azért, hogy összetörjem az autót. Ahogy gondolod. Júj! Én most sportszelet eszek. Ajaj, csak is lettem. Van már Magyarországon a sportszeletnek szponzora? Most már van. Lennék. Csak egy élekfogytiglan tartó sportszeletet kérnék. Sportszelet csomagot. Na mi van? Nem fog ráállni? Az előbb három izé csöpp volt. Azóta megváltozott. Nem fog ráállni? Na, beadta. Na, jó. Tehát Heavy Rain is lesz. Teljesítményt értél el? Milyen jó. Egy olyan 15 másodperces laggal ünnepeltük ezt meg. True Global Genyó. Ha én most megnyitom ezt, akkor... Júj! Megy magától. Tényleg? Aha. Mekkora hack? Kajak, hát az mi jó már? Versenyen benyomom. Mennék neki a falnak és gyorsan benyomom. És akkor megáll, vagy mi? Még csak nem. Hallod, mindjárt összetöri az autómat, figyeld már! Mit csinálsz? A matekban túl könnyű a kérdés, egyből felmerül bennem az it's a trap érzés. Úgy igen. Szóval majd júni 20-valahanyadikán. Hanyadika van ma? 11. Heavy rain. Milyen hónapban vagyunk? Május. Május 11. Nem is kaptam semmit. Nincs is május, jacsim. De komolyan. De jó vagy. Ó! Legjobb kor. Heavy rain. Nézd a gumikeverékeket, hogy mikor tól jó vett, mert akkor mindenki érte. Azt honnan tudjam? Hát, de menj rá, vett rá, vagy plusz, vagy minuszt ír. Ja. Hack.
Még nem kell. Ó. Oh. 7 másodperc. De a felé közelítünk, nem? Aha. Awesome, mindjárt nem. Cuttingos. Nem. Nem. Nem, áll egy helybe. Kodi, gyere ki és a gurulj. Jó. No. Szépen olni 8-asba. Jó. Végig megyek 8-asba. Alacsony fogyasztással. Mindegy, mert van. Van még etanol. Jó, hogy legalább nem ugrik akkor el a gép. Vagy most beverődnék ide a Box utcába. Amúgy kajak. Tényleg ez mivel megy? Benzinnel? Vagy etanollal? Vagy miért? Nem, százas benzinne? Nagyon... Dávid, lassan 8-asba. Hogy csúsztál ki? De... Hallod? Itt? Vagy hol? Ezt nem hiszem el. Kell nekem a benzin adalék izé genyón gondolkodni, hogy mi lehet abba a szarba. Tökömet. Nézd, egyenletesen nyomom a pedált, és így ugrál. Tök jó. Hallod, amíg nem léptem bele a izébe, a fékbe, addig nem mentem neki a falnak. Köszönjük szépen, Bence, köszönjük a feliratkozásodat, hogy már a negyedik hónapodat kezdődik nálunk. Köszönjük. Na, remélem, hogy király lesz a szakdogád. És köszönjük, hogy itt vagy ilyen sűrűn. Hát, ezt nem hiszem el. Köszi, Domi. Ezt nem hiszem el. Mi kell ezt? Nagyon jó. Úgy ne lehetne nézni a Forma 1-et, menj már. Aki ott lakik, az milyen jól jár. Anya! Nézd meg, jön nekem, hátulról. Tesó, nem időmérő. Mit csinál? Lassan megyek. Nem, négyes. A vonatosztó. Nézd, mennyire nyomom a pedált. Úgy tudom, de ne. Menjetek. Amúgy nem jöttem túl gyorsan egyszerűen, csak nem tudom, valahogy keresztbe átadtam az autó. Ja, most miattam van sárga zászló? Azul. Wow. Köszi, Koko. Hogy te... Az szép volt. Amíg így is megfutottam a harmadikat, hogy... Csak médiumon jöttem ki. Mennyi idő van még a médium? Hát mondjuk esőbe tegyenek nem sokan, hogy... Egyszer egy pillanatban nem figyelsz. Berepüljek a boxba így. Egyenesen. Ja nem, mert akkor egy izém lesz. Büntetésem. Szadjan, hogy kitörik a kerék, de még meg is büntetnek. Jó. Az azt igen. Bevertem izé. Tokyo Driftbe. Hova költöznék? Kezdj kogod csírt. Amúgy. Ja, Ricsi, most nézem, hogy írtad. Etanol, Feri, micsoda szakszavak. Hát érettségiztem. Oda azért nem akárki kiürnek el. Na mindegy, ez valóban azt mutatja, hogy nem lesz eső. Nagyon remélem, mert eső nélkül... Hát nem emlelapátolják. Jó a pálya. Nem szurkolunk senkinek, mert annyira nem. Magunknak. Ja. Hogy éljük túl. Annyira hogy csöpög a figyeld már. Magunknak, hogy éljük túl. Mennyi ide van még? 12 perc. Jó, azt már kiskippeltem, mondjuk azt. Hogy menjék ki, menj neki, az a fal neki szembe. Ilyet az időmérő. Vagy ahogy érzed. Hát mehet az időmérő, hát... Nem tudom. Mit szenvedünk itt? Kippelni. Hát... Ja... Nem azt! Férez. Akkor lesöplik. Mindegy, csak... Takarítsák el. Mehetsz kémiába? Aha. Mondta a tanár, hogy nem tudom hány éve nem mentek se fizikára, se kémiára érettségizni itt felé. Milyen érdekes. Milyen egyenletesen fékezett a sárt. Komolyan.
csinálod? Így kell fékezni elsőbe, hogy nyomkodod a pedált, gondolod? Ez valami taktik? Én az alaptantárakból teszem az érettségét. Semmi izé. Beállítás. Hogy nyitottam az előbb meg a szart? A beállításokat? Ott a kerekem! Valaki szedje már össze. Hogy tudok beállítani? Mit csinál ez? Mert? Jó. Nagyon fura. Rúgdos a gázpedált. Vadállat. Srác. Na, és beadta. Fakultatív, what? Mi? Mi? Fakultatívod. Az mi? Jó, itt van, Dávid. Halló. Az lehet Apex, hogy nagyon... Azok nagyon ki tudnak megjönni. Akkor mehet. Jó. Egyszer. De meg korábban szeretné befejezni. Kodi korábban szeretné. Kezdődhet az időbérő, srácok. Hát én médiumon megfutottam úgy az összes szuperlágyost majdnem. Én büszke vagyok magamra, Fettel eléggé jót ment. Nem szabad fagyni meg Fettel. Meg Kodi is azért. Jó, egyébként Kodi lenyomott engem. Igaz, hogy... Jó, igen. Na mindegy, de... No. Lehet Kokó, mert amúgy Pesten van. Jó, koncentrálnom kell, mert új a pálya. És igen, lefagyott. Szóval én átszellemlök. Kell valami jó idő, annyira az nem kell az autót. Igen, marad ez a beállítás. Ezt azért megnézném, hogy... Hogy nem ezt akartam. Hanem, hogy nem változott valamit az izé jóslás. Nem, csak felhő lesz, mondjuk a felhős, akkor eshet is bármelyik pillanatban. All set, menjünk. Szerintem majd még jövök Underworld 2-vel. Azt tudod ki, Fermi. Vagyis na, tudod mi? Akkor na, buton. Buton? Pusztulj. Ó, milyen szép, hogy lesöpörték a pályáról vizet. Lesz új sírt. Lesz új sék, hoppá! Hoppá, Burger King már promó. Már meg új sék. Akkor legalább küldtették volna 100 sírt vagy 1000-et, hogyha már te reklámozol. Komolyan. Undorító múltkor vagy. Azt mondja, miért nincs live, meg küldene Donétet, meg mindent volt, küldene. Jól, meg. Mi? Olyan buzit rágák ezek a sékek, hogy nem... Hogy nem sül az arcokról a bőr ennyit elkéni, 600 büdös, rohadt finom, mocskos, szarházi, finom sékét. Feri, mit csinálsz az első kap? Jó! Hello! Mit csinálsz? Te előttem hallod, vagy? Ennyire álltam meg a faltól. Na, jó vagy. Közi, Kokó! Épp a csíredet olvastam, és majd neki ment. Na, onnan jövünk amúgy a Monori Tesco-ból. Mi is. Ha azt hiszem, Monori vagy ugye. Ja, amúgy még mindig szóljatok, hogy a halk vagy hangos a játék, mert lett állítgatva. Hangerőn! Megint tapad a pálya eddig. Nem tapadt. Nagyon jó megy. Hát ja, Bence. Mondjuk azért ó, jól áll. Lakni jól lehet, csak... Csak drága. Ma is ettünk előbb szabályoztam. Három betűs étterembe. Ó, nagyon jól lett előzni a hosszú ugyanesbe. Úgy bele 2000 éka jártam, és... Mondjuk azután majdnem éhes lettem, mert korán reggel isztem. What? Tehát, hogy azért... Hello, igen, Feri. Több mindent... Hello? Te mit csinálsz ott?
Ez nem tudom, hogy mi volt. Megmondom az őszintét. Csirke érkezett! Köszi Kokó! Köszi Csirt, majd... vagy befoltalom... boxba. Azt az anyád! Hú, de közel volt! Azt a rohadt. Verjenek a szájába, olyanokat hallani, hogy hú, de közel volt, hogy ilyenek valahogy annyira. Olyan ennyire mentem ott a faltól. Átérzem. Háááá, most is! Mi a tököm van? Jaj! Kodi nem is tánc Open Gale-en. Na de Rosberg. Ú, de jó lehet itt kenni a fal mellett. Itt végig. Mindjárt fölrobban a motorom. Szevasz Feri! Hello! Épp gyors köröm vagyok. Szárazak maradnak a körülmények. Rossz, aki Rosberg. Nagyon komoly ez a kanyar kombó. Ez nagyon komoly. Komcsi. Köszi. Megszakadt a vonal majdnem a izé rádiónál, amikor beszélt hozzám a csáv. Elkezdett akadozni a hang. Vagy csak a játék szar, vagy nem tudom. Vagy van benne egy kis realisztika. Nem sikerült padlógázz a végén, nem? A gáz. You just put in the fastest lap. Az első konyar az nagyon jó tág. Igen. Júj! Jókat lehet majd itt előzni. Nagyon jó. Interferenciát okozok. Ja. Hirtelen nem tudom mi az, de ja. Ezt nem hiszem el! Utálom ezt. Tököm! Az ívet egy kicsikét furán mutatja a játék. Semmi baj! Izé. Van baj. Na most padlóval. Aki elveszi a lábát a gázra, az buzi.
Te is az, vagy te is az oktad el? Interferencia. Interkodia, vagy mi? Értitek? Hihi! Te mi a tökömet csinálsz? Jó az autó! Nagyon megy! Olyan két másodpercet vertem a Rosberg gyászra! Ujj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 j
Itt. Nagyjából, ja, igen. Tilt Attila. Amúgy nagyon gáz, mert mire elérsz a... Húha, Feri, Micsi, hogy tudtam megfog... Mi? Berakott ide a játék, de én a boxba szeretnék! Kipördültem a box utcába. Lol. És ide rakott, hogy rohadjon meg. Nagyon megy az autó. Hát többet tolattam eddig, mint amúgy előrefele mentem. Nagyon jó időt mentem. Zsír. Zsír. Mindegy, versenyen úgyse az idő számít, én azt mondom. Nagyon jól tapad a pálya, és egyébként nagyon jó kanyarok vannak. Az egyes kanyar az nagyon jó. Mert nagyon csúnyán bele lehet ereszteni. Kettes meg szar. ami baj, az az, hogy mire eléred a DRS zónát, a célegyenesbe, addigra már szabályozol. Igen. És kinyitod a DRS, és semmire nem mész vele. Szinte mert már mind a kettő autó szabályoz, nem közeledtem, viszont a célegyenesnél... 7-es, 8-es köz kéne egy nagyobb átlék. A célegyenes nagyon szép nagy, és a botok kifejezetten hamar lefékeznek. Nagyon jól bele lehet fékezni, jó, bele lehet fékezni a célegyenes végét, csak jó, így be kell rakni. De hogyha esetleg még nem is lenne elég ahhoz, hogy ott megelőz csak, hogy közel kerül hozzá, utána úgyis ott a másik DRS zóna, és akkor pedig azért meg lehet őket kínálni. Rémálom a box utcából. Egy kis motorfék! Az lesz a az! Kettőig! Száznál! Hát ott fog jól. Ó, jövök is ki, Dávid! Hát. Jó, hogy nem jössz nekem! Déressöl be a boxba. Jó! Ez jó volt. Az igen! Vannak, mindenkinek van olyan ismerőse, aki mindig leissza magát, amikor iszik. Ha nincs, akkor az te vagy. Ment saját magának, érted? Lehet, hogy kinézett Apex, de szarni rá, van még itt egy pár blokk. Kicserélik holnapra. Vagy Q2-ig. Jó, nagyon jól megy az autó. Meg vagyok vele elégedve. Egyenesbe is nagyon éli. Kanyarokba is nagyon éli. Miért villog a box utca? Vajon? Most jöttem ki. Meglátták, hogy vezet, gyere vissza. Baj nem lesz ez így jó. Jó. Én letettem a 1.52-es a köridő. Ilyen hosszú a pálya. Hát? Nem. Mi? Ja, nem. Nekem 1.46. 4. Hát mondjuk az majdnem ugyanannyi. Igen. A harmadik szektorom nagyon rossz. Mi? Nem. Az ez itt. Ja. A harmadik szektorom nagyon rossz. Első szektorom nagyon szép, valószínűleg a jó befékezésem miatt. Lehet, nem kell rámenni a rázókőre. A másik szektorom makulátlan. Jobb nem és is lehet. És holnap kulás lesz? Reméljük, nem? És a harmadik szektor az hol a tökönbe van? A harmadik szektor mi nem jelzik a szektorokat a térképen? Nem az lenne a lényeg? Hülyék szegények. Egy térképen, hogy lássad, hogy szektorok, érted, ilyenek. Zéééém. Hol van? Na végre tudok menni normális kört. Európa nagydíj, Baku, azaz. Na mondjuk mutasd már a szektorokat! Lehet, hogy nem lehet mutatni. Ne legyél idióta! Rosszul gyorsítolok ki. Gyorsítolsz? Harmadik szektor vége a tőgázas.
De amúgy nézd az időmet, és amikor ugye megint elkezd számolni, vagy mi akkor... Ja, aha. Jó. De gondoltam, hogy érted, valahol le lesz írva, hogyha már ez a lényeg. A szektorfelosztás. Ha most kezdett el újra számolni, akkor most léptél a második szektorba, ez a szektor... Mi Alonso az anyád?! Megint Alonso! Ez mindig szivat minket. Ez mit csinált?! Beteleportált eléd. Hát... Anyád! Igen, na nézzük a hátsó dupla... És... Mennyi anyádba? Jaj, a gumis szar! Mi van? Hallod, most kezdődik a harmadik szektor. Az utolsó szektor az egyenes. Rosszul gyorsítok ki. Nagyon rossz a... Vagy mondom, rámész rázókör és kicsit lelassít, nem? Hát lehet, de... Mert az azért... Ja, hát mondjuk a harmadik szektor az mi? Egy egyenes. Igen. Lehet, hogy ők sebességre vannak húzva, azért mennek ott olyan jót. Hát amint lehet, mert három... Meg a merga azt hiszem jobbat is megy, mint a miénk. Végsebességre meg ilyenek. 3.40 és ennyi. Aha, mert enyém 3.30-nál szabályoz. Kajak. Egyébként. Ez 3.40. Lehet, hogy akkor ez van. De durva, hogy a harmadik szektor egy célegyenes. És ennyi. Csak ívek vannak benne, pedig... Én nem voltam buzi, én fék nélkül mentem végig. Hát ott úgy is nem kell. Nem voltam se buzi, se ír, így... Kentem neki, hogy kell. Megkóstoltam a falat! Csak ki kellett mondani. Legalább megfogtad. Ja. Hetedik hely! Hoppá! Legalább bejutok a Q2-be? Ujjj, de para! Az a falott. Szávasz, Graffiti! Hello! Dávid! Halló! Dávid! Dávid! Várjál már! Bejutottam a Q2-be, mit szólsz? Nice! Ügyes vagy, Ferikém. Na tehát itt egy ilyen ívet kell venni, és már tőgáz, kész. És utána így ráverni. És meddig megy az autó? Három harmincig. Hát nem, megy az még. Rosberg megy, hogy Rosberg itt van a picsámba. Vég az egyenesbe. Szart, menjünk az egyenesbe. Ők izén vannak. Végsebességem. Komolyan? Na nem baj, de technikás részen is lehagyom. Kis gyökeret. Na gyere, Rosberg, kergetőzzünk. Lássuk, mit tud a merga. Egyesig visszaraktam. Az kicsit jó. Elszámoltam szerintem a fokozatokat. Na mi van, Rosberg? Ezt hogy lehet négyesbe venni? Hát... Távolodsz. Jó, nem előzött meg senki, szóval ennyi. Hát benn vagyok. Már nem is fogom. Hát kéne ezzel egy jó ívet autózni. Na, de jó. Mondom, megyek még egy gyors kör, de akkor rohagy meg. Húha!
Jaj, de megijedtem, hogy nem fékek. Csá! Nyom. Kiverted volna a kezéből ja. A táblát. A Truthy Global Sport. Mi? Az előbb hetedik voltam. Te benn vagy. Hát az egy dolog. Truthy Global Sport. Complete 10 lap at the new Baku circuit. Na, kérlek szépen. Majdnem 2 másodperc. 1.89-et vertem a srácra. Fettel gyászra. Oh, mi a tököm esett le? Semmi. Minden a legnagyobb rendben. Nyomá! Ja. Még lentebb esett. Várjál, felvedlem a izét. Ugye nem esik az a szar. Nem. Jó, csak olyan szürkületet láttam így hirtelen. Nyomjuk! A Feri azért meglegyen az a top 10. Hát! Kellenél egy izé. Megfutom ezzel a legjobb kört. Mondd, Gravity szar van. Mi? Legalább van gond. Azért nem volt már annyira rossz. Volt már ettől rosszabb is. Már rég volt már egy summer car valóban. Viszont van vele baj. Mert ugye hát... Azt se tudjuk a szerelővel mi van, meg ilyenek is azokat, hogy meg akarom csinálni videón kívül, mert annyi, mert egy része ment azzal, hogy, hogy a szerelőt nem tudtuk, hogy mit csinál. Meg ilyenek. Trendbe akarom hozni a dolgokat, mert not good. Azt vettem észre, Dávid. Igen. Hogy amikor fékezek, néha rajta marad a gázon a lábam, és így elkezdek menni. Tehát fékezek, és közben megy előre az autó. Mert ott marad a lábam. És csak az egy nagyon Feri. Picit nyomom. Stapsoljak. Nem, csak mondom. Csak félig volt az. Na, az már valami. Azért nem forma egy 2017, mert buzi drága. Meg mindig. Ja. A franc fogja megvenni olyan felárért, mikor jövőre 200 forintért fogják azt is dobálni, mert végül is ugyanaz, mint a többi. De majd, de amúgy nagyon bejön nekünk ez a forma egyezés, szóval lehet, hogy majd végül szerzünk aztán 2017-et. Ja. Egy újabb évadra. Na ez a gumi, amivel fogok rajtolni, szóval nagyon óvatosan, szerintem nagyon Én is futok egy jó kört, azt kimegyek. Ja. Megyünk ki, nem vagy szabad... Vagy cserélek gumit. Nem szabad megpirítani, nem szabad megégetni. Ja, csak utána nem, hogy megfurt az idődöt. Nem véletlenül sikerül akkor. Hát mondjuk látod a referenciát, aztán maximizálsz. Azért be fog ez majd még kopódni. Kopódjá. A lényeg, hogy ne kapcsolatban. 17 euróra volt leakciózva egy hete. He? És erről mi miért nem tudtunk? Hát annyi még meg is vettem. Nem értem teljesen ezt az ívet, de... De mit tudod, mit csinálok? Menj előlem azt! Amikor megcsúszik az autó, telibe padlózom a féket. És ezért mérzik. Jó, nem te álltál előttem, hanem Fettel keresztbe! Aha! Kioffol a tapadás. Hát micsoda? Megcsúszik alattam a gép, bepadlózom a féket, és egyszerűen neki csúszok a falnak, mert nincsen tapadás. Igen. De hogyha nem padlóznám el a féket, akkor lehetségesen nem mennék neki a falnak. Hallod? 17 EU 20 cent. Azt mondtam az előbb. Tényleg? Aha. Már most akciózzák, ennyire nem veszik, hogy mi? De mi miért nem tudtunk erről? Úgy nem. De amúgy 17 EU az tök baráti. Hát az már inkább, mint a 50. Vagy mennyi? 60, amikor kijött. Hát ez gáz. 3400, most G2 án. Oh! Megy még az is, az annyi nagyjából. Hát igen, mert ott... Megmaradt. Hát amúgy meg 12 vagy mennyi, szóval... Igen. RIP! Nem. Ja, neked is ilyenkor valahogy úgy kéne fékezni ilyenkor, hogy megmaradjon a tapadás. És ez nem padló. Nagyon nem padló. Ja. Jó van, bemegyek testvérem. Aaaaaj, pont erre a gumira kéne vigyázni, azt erre itt koptatgatom. Mint ha igen lenne.
Mik rajta azok a kis pöttyök, kis mélyedések? Az nem azt jelenti, hogy akkor kopott be a gumit, tehát hogy... Hát vagy dzsuva. Nem, az az tipikusan, vannak rajta ilyen pöttyök. Kis pötty, az vagy azt jelzi, hogy akkor kopott be a gumi, vagy akkor már túl kopott, ha azok eltűnnek. Szerintedek? Azért nem tudtok róla, mert Renkoron nem hirdetik akcióval. 2076 játékon van, szóval ne szóljál be. És abból mennyit vettél? Vette. Nem mindent vettem. A Steam könyvtáramra mondom, hogy annyi van. De be lehet aktiválni nem Steam-es játékot is. Nem, ugye nem szoktam. Túl van a kopva. A pöttyözés elvileg az a szemcsésedés miatt van, ami azt jelenti, túl van kopva a gumi. I don't know. Lehet. Nem vagyok benne biztos, hogy gondoltunk, de... Ó, nem fog esni, nagyon jó. Ilyen kis mini mélyedések, kis kráterek. Három hát darab. Vagy lehet, hogy rámentél valami kőre, és akkor Gosa tudod, így lett benne egy mélyedés. Az lehet. Valóban hangos a játék? Nálam halk a játék. Jó. Mondjátok meg. Akkor így. Nem lehet, hogy kavicsra ment rá, és akkor érted, lett egy mélyedés benne, vagy három. Nem kosz volt Apex, az a zsírű gumikon is rajta van, azért kérdezem, hogy... Igen? Ja. És ráhúzok a hangerőre minuszba. Hát vagy lehet, hogyha izé, hallod? Ó, oh, I see. Igen, ez kifejezetten hangos volt. Most? Dávid. Mondja? Vagy lehet, hogy ha eltűnik, akkor bekapott a gumit, tudod? Igen, ezt mondom. Ja. Hát ezt nem mondom, csak tippelem. Na, mérjünk időt. Indítsd a toppert. Anyád a szegény. Eltaláltad. Jó, meg lesz az. Azért volt az ilyen lomha. Beborult az ég, és jön a jégeső. Vagy hogy van, nem tudom. Kell egy jó kör. Azt akkor jó lesz. Uha, van baj. Köszönjük szépen, Csogoló, a feliratkozást. Köszi szépen. Üdv itt nálunk. További jó egészséget, vagy nem is tudom. Köszönjük. Hihihi! 1.46.1. Ha jól tudom, ez jobb, mint ami volt. 1.46 volt akkor is, de nem mondanám rá azt, hogy egy
Csogoló, nagyon szépen köszönjük neked is, hogy nálunk nyomtad a Twitch Prime-adat. Nagyon értékeljük a támogatásodat, és köszönjük szépen, tényleg élvezd minden vele járó előnyt. És további jó szórakozást kívánok, köszönjük szépen. Csogoló, még nem láttatok a chatbe, ha jól emlékszem, de remélem majd foglak. A továbbiakban. Második, hello! Ez jó volt. Második? Aha. Adj egy ötöt! Nice! Q2-ben ez igazán szép. Tudok, hogy mindenki szuper lágyom, ugye? Ugye? Aha. Nagyon adja. Mondom, rosszabbra számítottam, sokkal. És menjünk be. Megyek még egyet, vagy... Hát... Ja. Hát, szar le, ezzel ja, szorítom. Ja, mondjuk tényleg. Irányba felé. Igaz, ja. Jó, nyomnám, na. Fogod. 10%-os a kopás neked. Épp, hogy, beköveted, de már szabolt is kezét. Mi? 10% a kopás. Mi? Itt négyet jó, mondjuk én több rá. Kört mentem, jó, mint te. 5 minutes valami. Csáva, Dante! Cső, az előbb nem itt voltál? Amúgy de, én is azt láttam. Érettségi Jenny. Az nem azt jelenti, hogy zseni vagyok. Meg okosabb, meg ilyenek. Mert megírtam. Ja. Cuphead folytatás. Ja, igen, ez egy érdekes. Hát igen. Kéne. Kéne. Illetve másfelől... Ugye arról is beszéltem, hogy én majd szólóban megpróbálom, de... Hát sok siker, Dávid. Én azt mondom. Lehetne majd valami délutáni mulatságnak, Feri. Az minden csak az nem amúgy, de... Ahogy gondolod. Ha már belekezdtünk, nem tudom, de viszont Forest nem sokára lesz, már ma is gondolkodtunk Forestbe, de ja. Meg akarjuk egy kicsit hype-olni, mert azt sokan szeretik, aztán értesüljenek róla, hogy lesz. Csá, Feri! Dávid! Mi a szar csinálsz? Imóni! Nem én voltam. Érted, és ez a csapattársam. Dávid? Mennyi volt? 3 rajthely? 5. 5 rajthely. Gratulálok! Feri és magamnak. A második hely belejön a csapattársába, és ezért öt de hozzád sok. Értem, érted? De csapaton belül volt baj, akkor most mi? Ne? Érkezd a kérdés. Ebben a pillanatban vajon lesz a Red Bull 1-2? Hát... Nem, Krisz. Ú, Dani, nem. De amúgy már megint a havi 12, vagy havi 24. Már megint április van, azt még mindig nem nézétünk. Nem baj, most már jó lesz. Hú, de bozi, meleg van. Kapcsolod már be legalább. Igen, azt akartam. Ja, meg amúgy az ablak nyitva van. Te nyisd már ki. Már hüll a levegő. Ja, mennyi. 23, az easy. De gyere, Ferikém, ülj le mellém, beszélgessünk. Mennyi? Van-e 2 percünk beszélgetni? Hú, az nem. Na, mi van? Na. Elindulunk szépen a pályán, ugye a kockás részem, ugye a célegyenesbe. A célegyenes végi kanyar nagyon jó. Nagyon szépen rá lehet indítani külső ívről is, ha onnan ráindítod, olyan szép ívet lehet autózni, mint az állat. Igen. Egy kicsit előbb később fékezni, mint ahogy ő mutatja. De akkor úgy igazán oda padlózni neki, és akkor szépen ráengedni, és akkor nagyon szépen bele lehet tekerni, mert ez tényleg szép négy ív van. És ha előzöl, akkor eddig ezt találtam a legjobb helynek előzés. A hátsó szakaszokban ott... Hát az ott ne. Nem. Semmiféleképpen se, ez nagyon jó, mert főleg ott, hogyha az elején jól kigyorsítasz, és ez benne lesz a segélybe, szelezzel is utána, vagy téresezzel is. A hosszú, igen, az egyenes. Ha honnan jól indítod meg, akkor nagyon jó lesz. Ti jössz végig mögötte szépen szélárnyékba, akkor odaig ráérsz, viszont vannak ezek az ívek, tudod? Uh-huh. Ott kicsit lassítanak, nem fékeznek, de ha egy gyengébb versenyző mögött mész, mondjuk 20. helyen autózó mögött, az lehet, hogy ott rá fog fékezni, és ott egy csőgázzal mész, olyan szinten fogsz belerepülni, mint az állat, szóval ne nagyon szelezz. Uh-huh. Nagyon lehet. Utána ott az első kanyarba szépen be lehet tekerni, utána a második kanyar az egy kicsit egy csalóka, mert élesebb, mint amennyi ennek kinéz. Ott annál figyelni kell. Itt utána indul a második DRS zóna, ahol jó elkapni. Azt jól, hogyha esetleg mondjuk a
egyrészt, hogyha nem sikerült megelőzni a hosszú egyenesbe, de azért ott meg kell lennie, illetve hogy eltávolodj tőle. Utána ott jön az a kis balra-jobbrás szakasz, az nagyon langyi, 3-as szépen bele lehet tenni. Utána jön az a kis sikános rész, azt is szépen 3-asba így végig lehet így teljesen az egész tűnt, van egy 2-es benne. Amire nagyon kell vigyázni az a rész, és ott tényleg, hogyha kívülről így rárakod, akkor majdnem így akkor egyenesen lehet. Az ideális ív ilyen össze-visszaságot mutat, én azt leszarom. Nagy ívről be balra, utána balra beérkezel, és majd rá is érkezel a jobbosra, utána pedig rá a balosra, ami utána van, és ez nagyon jó. Utána pedig ott majdnem csőgázzal lehet végigmenni, de ott eléggé kell figyelni abba a dupla törésbe. Aha. És utána, amikor befordulsz ott a balosba, ott azután, azt ott jó rá kell fékezni, viszont ott utána van egy lejtő, plusz rázok ő is, ott nagyon meg lehet, nagyon ki tudja dobni a seggét, a lejtő miatt is. Ott egy kicsit le lehet vágni egyébként. Igen, mindegyik kanyar eléggé levágós, arra figyelni kell, hogy a kanyart azt amennyire tudod vágni le, mert annyira nem tudod, hogy büntetés legyen belőle, csak az, hogy összetör, de azért a falat eléggé jól be lehet lőni, hogy ne menjél neki. Kodi benne a Q3-ba egyébként, csak 5 rajthelyes büntetés, de az az 5 rajthelyes lószer. Ja. Igazából, azt visszahozom nem azon múlik a győzelem. Csöpörög az eső egyébként, jelezném. Nagyon jó. Azon kívül pedig ugye van Q3-ba a célgyenes ráfordító, persze. Mi meg kell védenünk az első két helyet. De még van célegyenes hát ráfordító, amire azért figyelni kell, hogy jó íven menjél bele, és jók tudja gyorsítani. Az autóink nem a leggyorsabbak, a mergák sokkal jobban mennek egyenesbe, lehet, hogy ott meg fingatni fognak minket. Viszont nem szabad elgurulni a gyógyszer. De viszont az első kanyarba vissza lehet. Hát vagy, igen, vagy akár az első kanyarba, hogyha jobb pozícióba vagy, illetve a kanyargós részeken nagyon jól le lehet tőlük szakadni, tehát mi inkább a kanyargós szakaszokra kooperálunk, hogy azokba határozottan is jól megyünk, az egyenesekben még ezzel tartjuk a távolságot. Intermédietek megérkeztek a Q3-ra, ami azt jelenti, hogy versenyen nem fog csepereg. Hát azt látjuk, hogy a versenynek a 45. percig felhős lesz. Hát de kb. 45 utána, perc nem. A verseny másfél óra nagyjából. Akkor a 45 perc után még van másfél óra? Vagy még van 45 perc? Hát ez már a verseny... Igen, Feri. Verseny. De ha a verseny 30 perc, akkor csak... De nem 30 perc, Feri. Másfél óra a verseny. Egy és fél jó. óra a verseny. Azt mondtad fél. Másfélet mondtam. Jó. Jó. A lényeg, hogy még utána van 45 perc, amit nem tudunk. És ha felhős, akkor eshet. És ha jönnek a gumicserék, akkor bizony nagyon jó lesz, hogyha hosszú gumikezelésen leszünk. Mert mondjuk a pirossal fogunk rajtolni, azt hiszem, nem, akkor 2 gumicseréd van, ugye? Itt rajzolsz a pirossal, azzal elmész mondjuk a 10. körig, vagy akár 7. 8. Tehát cserélsz, és utána még egyet cserélsz? Vagy csak egy csere van? Nem tudom a hosszúnál most itt hirtelen, hogy van. De mondjuk egy, nem semmiféleképpen nem lehet. De mondjuk arra lehetett volna számítani, hogy időmérő médiumozunk. És aztán azzal rajtolunk. És médiummal elviszik esőig, volna esik. És akkor egy kerékcserével interre átváltunk. És egy kerékcsere előnyben vagyunk körök, és bam! Easy win. Már nem, hogyha amúgy nem lenne az, de... ha nagyon szar helyzetben lennünk, akkor menjünk ki, erre gondoltunk volna szét az akár, autó. De... Ja. Erre gondoltunk volna akár taktikailag, de... Ja, mindegy, hát... Okay. Hello! Hogy rohadjon meg az a büdös... Jó kérdés, eső. Hogyha hogyha esni fog, viszont hogyha esik, mi mindig is gyorsabbak voltunk esőben, mint ők. Erre kell gondolni. Hát, kivéve amikor nem. Most nem akarom ezt a törni a gépet. Akkor is meg lenne top 10-es rajt, de... Meg ha megfigyeled, mind a két napon az a nap végére kezdett el esni. Aha. Tehát ez jelent valamit, hogy érzem. Hát jó, de... előfordulhat. És egyébként... Tegnap is itt esett, most IRL nem. IRL is úgy van, hogy ja, ilyen nap vége felé kezd el esni. Inkább, hogy délután fele, reggel annyira nem sanszos. Miért azt mondjuk, nem tudom, de... Hát a légmozgás meg a tököm, de nem vagyok én izé... Rohadjon meg a légmozgás. Ami a tököm volt! Hallod, megyek egyenesen, azt kidobja a hátulját! Valami víztócsa volt, hogy mi bánad? Hát a keresztbe verted egyenesbe, mint... Hát, oda se... Hát, ránéztem, hogy csetre, azt ez csak így kiment a hátulja.
Hát anyád! Észrevetted amúgy? Dávid. Hall... Te mit csinálsz ott? Nincs új kormányom, azért szeretem annyira rúgni, jó, nem megy. Ki. Mi? Mi van? Tehát nincs új kormányom. Örülök, ha tudok ezzel játszani. Azt a... Megnyugodtam. Buzik, mert gyors körön vannak. Nézem a csetet, néha le tud ki. Néha. Na nyomjuk. Paci helyedős. Ajajajajaj. Sok lesz ez. Nem jó. Valóban vannak ám nyomok. Vannak. Hát ők is leszarják az ideális évet. Csinálsz. Hú, épp vagy. Kösz. Fantasztika, szondja Dávid! Hát, mi van veled? Nice. Azt mondta, hogy fantasztik. Fordi top 1. Mert még soha nem voltam első, szerintem azért. Ott a referencia. A játékban megy a repülősz közben élőben. Órázó kőbakker. A few left.
Nyomjad neki! Nem lesz kettő alatt. Majdnem. Mi van? Ott a... Ott a KD rajt rács egy kettő Ferikém! Nice! Mögéd ennyi. Jöttem be! Te rohadék! Mögéd jöttem be! Oszt esőbe vagyunk mit pedig. Mit mész? Én nem tudom, de amúgy nem rossz. Időmérő van, ja, Q3, mindjárt verseny. Nem majd te úgyis kimész előlem. Ja. Én majd nice. Beleállok a többibe. Feri első helyen lennél. Ja. Ennyi. Ezt most átengedném, mert már nincs időm izét futni. Még egy mértet tudnék menni, de... Fékeztem osz... Nem. Nice. Jó. Ennyi. Végre. Q3-ba vagyunk, Feri nem a falba, hanem igen. Első na helyen. Na ne szóld el, még be kell mennem a boxba. Tök mindig le van szar, most már szétörtöd. Most már jó amúgy. Tényleg? Nem. Megint a víztócsa. Fogjuk arra. Nem rossz érzés, megvertek. Csak kéne még mennem egy kört is megverni. Nem, hogy szépen megy most. Jó, de nem esett volna az eső, akkor... Na, meg lehet akkor is. Back to dry shortly. És az első szektorom rosszabb volt, mint az előző körbe. Igen. Aha. Nem tudom, mennyivel lehetsz előttem. Nézzük. Valami egy tizedet láttam. Egy tized? Aha. Wow. Úgyhogy igazából... Hát mondjuk az még az is sok. Amikor lefelé vált, az fölfelé vált a helyet. Száraz rajt lesz. Ja. Belülről fú, el kell kapni ezt rajta, de rohadtul. Cseréljünk egyszer kormányt. Nincsen túl sok... nincsen túl sokszor izé. És itt túl közel az első kanyar. Nem, ki lesz szépen rakva, kiúszon. 9 Ferinek. Ja. Donate cél. Komolyan kéne, mert ez forzalom. Tehát egy Cody jobban menne, hogyha egy G27 lenne a keze alatt. Szerintem másodperceket is jelentene. Jó, ha a másodperceket nem, de másodpercet igen. Még most ezen a pályán inkább csak tizedeket, de na érted, tehát hogy... Na, a különbség. Ezt kipeljük, vagy mi lesz? Ja, már mindegy. Másodpercet? Jó van. Volt, nincs kupak. Addig lefutok egyet. Hó. Csurrantani. Ja. Jó. Aztán verseny 40 másodperc. Addig én meg betöltöm a izét. A betölteni való. Nem bírom kitekerni. Félsz... Jaj, le tud ki. Mindjárt olvasom. Első kanyarról szívni fogtok a versenyen, ne legyetek túl agresszívok, mert ott hamar kitörhet a kerék. Aha. Első két... Ja, azt küldtük. Jó. Megpróbálunk nem agresszívak lenni. Hogy ez mennyire fog sikerülni, azt nem tudom. Amúgy tényleg, Chris, az kéne. De úgy rendesen jobb lenne ilyen rendes kormánnyal. Tehát, hogy azon van fogás, vastagabb, meg nagyobb, aztán... Az jobb. Meg kellett rányomnom. Úgyhogy, ja. Verseny, gyerekek! Úgyhogy nem menjetek messzire, hozzátok a popcornt. Ez szép lesz. Ez szép lesz. Igen. Hadd remélem, most fagyott ki a játékom.
Jó. Jó. Dávid? Come on! Come on, baby! Let's move! Vagy mi? Baby? CG-t akartam mondani. Igen, igen, Bence, azt láttam. Azt láttam. Remélem most nem leszünk mi is az a két Red Bullos, aki egymásra megy. Jaj, azt láttam. Az szép, hogy harcolnánk az első kettőjére, azt kileknénk egymásra rá. Ja. Az kéne. Mert annyit érem úgy az első két. Na, hallott, pontos voltam, azt hiszem. Mikor fogok live-olni? Most is live-olom. De úgy egymagamban... Nem tudom. Hát most rendesen át lesz írva itt a forgatókönyv, hogy már nincs sulim. Ja. Szóval... Lesznek változások. Hűha! Aha! Versenystratégia. Igen. És nem fog esni. Egy gumicsere. Nem fog esni, azt mondja. Ott van. És az akkor egész verseny. Úgyhogy, mivel én nem mentem médiummal, csak lágyjal meg szuper lágyjal. Mennyire másabb a médium, mint a lágy? Nem sokkal. Á, nem, azok között nincsen sokszor, vagy soha sincsen nagy különbség. Uh-huh. A rajtrács. Jó. Áron, nagyon köszönjük szépen, köszönjük, hogy feliratkoztál. Azt hittem, már fel voltál iratkozva egyébként, mert ismerős a neved. Úgy emlékszem, hogy te már lettél volna feliratkozva. De kösz szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy feliratkoztál hozzánk, hogy úgy döntöttél, hogy feliratkozol. Tabi, jó szórakozást. Köszönjük szépen a támogatásodat. Ez sokat jelent nekünk. Na, azért mondom én, hogy te fel voltál iratkozva hozzánk már. Köszönjük szépen, tényleg. De akkor miért nem folytat? Ja, mert lejárt neki. Lejárt neki az egyhetes idő. Hát rip. De... Na, Ferikém. Megígértem, hogy visszatérek. Igen, 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 igen. Ó, oh. Köszönjük szépen. Na. Koli, ja, gyere hosszúval itt. Jó. Nem lehet rövidezni. Most Red Bull 1-2 lenne, Feri, történelmet írnánk a sorozatunkba. Így a hetedik van egymásnak a box utcába. Igen. Hát akkor remélem, hogy megoldott a dolog, és további jobbulás, hogyha ez szükséges. Szóval GG nagyon szép volt, megelőttünk a verseny. Nyomjuk le, ne lökjük ki egymást a picsába, ja, nem figyelj, érné meg. Én itt belső éven úgy el tudok itt menni. Nem érné meg. Most lett vége a versenyednek ezzel a mondattal. Júj, de jó lesz! Inkább mondjuk azt, hogy szépen leköveted őket, utána pedig majd szépen megelőzgeted őket. A verseny jó. Nem tudom hány körös lesz, de sok, annyi időd lesz leelőzni azt az öt embert, hogy azonban hihetetlen, jobbat autóztál, mint én. Lesz idő. Lehúzom a csatát, hogy maximálisan tudjak koncentrálni. Én nem látom a csíreket, nem is fogom figyelni. A végén majd mindent bepótolunk. Ja, GLH. Előre is köszi mindenkinek. Minden. Ja. De viszont ez most kell. De mondjuk én néha ránézek, mert hát jöhet a felvezető. Úgy ki fogom törni a kereket, szóval. Micsoda? Úgy ki fogom törni a kereket, szóval én tudom nézni. Lekapogom! Na. Nézzük a felvezetőt. System checks are good. Engedj már vissza, tesó! Megelőzött. Hát akkor lehet előzni? Nem. Hát akkor meg... A negyedik he... De mit keres mögöttem a negyedik? Fettel. Előttem meg a hetedik van, én meg hatodik vagyok, szóval... Az nice. Úgy látom, hogy nem sikerült nekik rajt. Az autó nehéz. Nehezebb, mint szokott. Ja, mert több az üzemanyag. Tele van benzinnel, nehezebben kanyarodik. Az nagyon jó. Nehezebben tapad. Nem. Kicsit más. Nem jobban kéne, hogy tapadjon akkor? Első versenyünk. Azerbajdzsánba. Jó. Reméljük jó is lesz. Itt lesz csata, srácok. Itt lesz. Thank you.
Nem én voltam. Csak egy kicsit átulja, meg botlott. Ó, ez így a fék melegítésnek jót tesz, úgy látom. Nyugi! Minden a legnagyobb. Nem kell felvezetőkör. Ők anélkül is profik. Ó! Oh, Hamilton ők itt álltak? Rosberg nem. Hát ennyi. Kifeküdt alattuk a merga, vagy mi? Na jár a motorjuk. $3800 alapjárat? Annyi Opel nem megy ötösbe. Na nézzük, gyerekek! A rajtot! Jó! Jó kezdődött, semmi baj nem volt egyelőre. A merigások már melegek voltak. Nem kell nekik felvezetőkör. Bocs, minden merge szurkolót. Ez most egy kikiválkozott. Minden jó. Ha vége jó. Várd ki a DRS-t. Hát más nem tudok csinálni. Vagy most ezt miért mondta? Dávid vajon? Azok mit csinálnak ott előttem, he? Amúgy lehet engem is nézni ám, Dávid ott unalmasan megy egyedül. Én meg itt harcolok. Jó, most pont nem, de egyébként... Két mergás lassítja egymást. Jó pillanatban előzheted őket, vagy bebújhatsz közéjük. Jöjjek, fogjam őket egy kicsit? Vagy megvannak? Hát, jövök fel. Már jó. Egyre közeledek. Jó, legrosszabb esetben lefogom őket. De verekednek ilyenkor, mindig lassítják egymást. Igen. Jön rám, izé, jó pillanatba kell bebújnod. Például itt. Csak óvatosan, Feri, csak óvatosan. Testvéreim! Megy a cica harc, gyerekek! Adok, kapok! Vagy lesz DRS az egyenesbe. Csak tapadj rájuk, és keres, várd a jó pillanatot. 26 köröd van egy jó pillanatra. Az sok. Az sok. Csak maradj mögöttük. Ha szárnyat törsz, akkor oda a jó pillanat. Csak nagyon jön Raikkonen belém, seggbe. Aztán... Ment, na, itt van a seggembe. Ment, na.
Nem vagyok rajta a térképem. Nice. Jaj, de vegy ez a pálya, jaj, de vegy. Nekem is fekszik. Nagyon jó pálya. Látszik rajta, hogy friss. Opa, 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 azt figyeld! Feri... Opa! Micsoda előzés! Kettőt egyszerre, Feri! Feri, a harmadik nem, nem, helyen. Visszajön, nem, nem! Jó, előbb fékeztek. Ennyi. Kettő, megettem a mercit, érted? Az egyenesbe, DRS nice. Nélkül. Megetted a mergát. DRS nélkül. Hú! Megvan! Hagyj vál csak KD 1-2. Most már csak vigyük be a bocsi gépeket. Bocsi srácok. Hogyha üvöltöztem, de na. Történelmi pillanat. Eső. Nem látunk, húz. Nem látunk esőt. Az jó. Hát ez szép volt. Az itt, amit fogunk csatázni egy csomót, aztán... Ott mész! Én úgy lightizok itt elől, hallod? Jövök ki, várj már meg! Gyere! Na jó, ne! Hallod, nagyon lemaradtak tőlem! Nem lesznek benne a DRS zónába, érted? Micsoda? Nincsenek benne a DRS zónába, úgy lehagytam őket, nézd meg! Hát mi a szar? Nice! Na verekedjetek csak! Hiába gyors a merga. Hiiii, baze! Ajajajajaj! Ja, de most nekik van DRS egymás mögött, szóval... Igen. Húzzák egy kicsit egymást. Aha. Jó, csak kesszük miattam nincs DRS, ugye? Ja. Amúgy nem... Még nincs is DRS. Nem írta ki nekem. Amúgy igen, nem írta, hogy DRS az enabled. Lehet, mert nem is kellett eddig? Nem. De hát szoktam mondani. Igen. Neked is. Én még nem hallottam. Én se. De ez a második körbe van. Harmadik. Harmadik? De tök mindegy, hogy a negyedikben vagyunk. Ha. Majdnem falnak mentem. Azt mondta, hogy ne nyomjam annyira. Én ma beálltam arra a meglátásra. Na. Jó, hárman jönnek mögöttem nagyon. Állak. Hello, nem tudom ki. Akkor mi történt? Fékeztem is, és nem akart fékezni. És nincs szárnyam, letört az egész. Direkt lassan fékeztem is. I don't know. Nem bírok kanyarodni, bakker! Nos, de egy előrelépést bőtön felfedezni. Hát igen, meg lett volna a lehetőség. Eddig csak szar volt, Feri. Bármint ez az egész szituáció, tehát így lefelé ívelt a dolog. De most volt benne egy ilyen, és... Én vezetek. Kodi, tudod még, hogy kell beállítani a donate célt a kormányra, mert... Megcsináljuk! Úgy érzem, az a pedál, az nem igazán akar neked működni, tehát hogy... Most vagy nyom... Visszanézem, a joystickomnak a gombjának nagyobb az útja, mint a... Az mint biztos. A pedálodnak, tehát...
Nekem hatalmas útja van a, ugye G20-on a pedálnak, olyannyira, hogy még be se nyomom tövig. Cody meg ráteszi a lábát, azt már tövigbe van nyomva. Ne beszéljünk róla. Ez szomorú. Ó, Feri. És a darabjai. Örülök. Feri darabjai part 1. És most nem part 2. Annyira Dar. Szétszóródtam. Aha, itt lesz, itt lesz. Ó, Feri. Első lökhárító, hogy jön. Első szárny 1/1 amputálva. Jaj. Nagyon belesültem. Nem, már nem pont érted a izé pillanatáig tudom visszanézni csak. Mi van ezekkel? Nem lehetem a felvételt, srácok, mert innentől kezdve én már nem tudok mit csinálni, szóval... Megtáltosodtak. Szóval, aki YouTube-on nézi, annak hello. De a live az még megy csak na. Visszanézem, hogy nyomtam-e a gázpedált, vagy sem. Ajajajajaj. Mesélj. Nyomtam a pedált ugye olyan 3/4 kb. Azt hiszem. És a gáz az így járt. Így ugrált. Olyan így nyomta, megint nyomtad a gázt a fék mellé. Olyan negyedik kiugrált folyamatosan. Hát igen, mert annak visszanyomása nincsen ereje a rugóknak nincs. Már benne. Szét nincs. Van taposva az enyém, meg úgy visszaugrik a helyére. Igen. Be se tudom nyomni a rárak malába. A fék az még egy kicsit erősebb, de mondjuk az neked is. Hát jó. De gáz! Ilyen nem megy el. Hú! Én nem tudom, Apex. Kezd itt... megfogyni a gumi. Van vagy 10 éves már kormány, vagy több. Á, 10 éves. Szerintem több az. Több, azért mondom, hogy... Hát akkor már majd, hogy nem már haverok voltunk. Há, ja nem. Nem, az de 7-8 év. De volt 2 vagy 3 ilyenünk. Ja. Mert én is ilyen nyomtam meg apám is, amikor versenyeztünk. Ja tényleg, igen. És nem tudom ez melyik. Mert az egyik később lett megvéve, ja. Aztán nem és hát nem a szekrényben állt. Jó, mondjuk hát akkor csinálták ugyanúgy, de... taposva lett. Ja. De, ja. Ah, ja, 10 év alatt. Miért nem... Ó, kezd elfogyni a hátsó. Igen? Semmi. Miért nem takarítják el a pályáról a maradványt? Ó, hát... Hogy emlékezzünk rá, Feri. Ott a sírom. El vagyok ásva. Ott. Ja, ott is van. Ja, ott, itt mentem ott neki. Ja, meg a izébe is volt annál a... szarkanyarnál. Az. Két sírom van. Jaj, mon. Jaj. Mindegy, nyomjad, ne törődj velem, itt se vagyok.
Hát ja, érik az a kormány. Csak lehet, hogy az is az lesz, hogy nem fogom használni. Ez is át vagy 5 évet. Vagy... Hát néha volt használva, néha nem. Mondjuk ha lenne saját, mit tudom én, egy G27-em, tehát ami fordul 900 fokot, minimum egy olyan kormányom, akkor lehet, hogy több Eurotrack is lenne. Szóval... Mert ezzel nem lehet Eurotrackozni. Én Eurotrackoznék. Davidét nem akarom állandóan elhurcolni ide magamhoz. Mert az több idővel, több idő megy el, mint a live-val. Fú, Áron, hát nem tudom. A grafika az biztos. De nem tudom, mert nem játszottunk még csak a 16-tal. Úgyhogy jó. Egy sír, egy virág Feri sírjára. Köszi a tizet egyébként. Jaj, Apex, ne öríts. Amúgy az milyen? Jaj. DFGT. Az is Logitech. Feri, adok neked egy bot kormányt, azt majd azzal. Köszi. DFGT. Így majd nyomod a gázt. A Driving így. Force GT, ja. Ez a karra. Pit window is open. Igen, ezzel már el lehetne kezdeni valamit, tehát hogy... Ó, oh, sehol nem lehet kapni elvileg. Az jó. Az biztató. Amúgy tényleg össze kell rakni egy izé... kormányt, rendes autóból. Ó, ja, tényleg, hát meg is vettem. Rosberg, mi? Hát. Köszi, Áron. Csirkely érkezett. Híí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 
Óhe. Ez egyeneseket ennyire éri, hogy mi? Fűpárnát, mert nagyon nem jó. Az lesz Apex. Kiszedem. Opella most úgy nagyon kéne járnom, mert vezérlést kéne rajta cserélni. Úgyhogy... Hát ez szomorú. Ez szomorú. Jó. Nincs sem bugbox, írja az még. Vagy a bububból, így van. Úúúú, gyerekek, a 2018-as bububó olyan kormány végére. Van. Ez a szögletes, tudjátok, az alja ilyen, teteje kerekebb, és... Na jó. Főpár. Kösz járon, de van. Várjál. Itt van. Itt van, csak föl kell rakni. Mert ez izés, műbőr, és hát meleg van. Á, Isten őriz, Gabem. Azt tudom, hol a vezérlés, nem, hogy kicseréljem. Majd a szerelő elintézi. Az elsők még nagyon jók. Nagyon jól tapadnak, annyi, hogy könnyen kipörög a szekér. Mi? Az ennyire nem mondanám. Kapik a gumid rendesen. Várjál. Itt van a szomszédba a szerelő át, ami szól. Az jó. Nem kell messzire vinnem nekem se. Szerintem átkapcsolt valami nagyobb fogyasztásra mögöttem, vagy nem tudom, hogy hogy jöhet így, de... Nem volt rá jellemző. Igen, Gaming Plasma, igen. Lesz. Sőt, már van is, maradtuk ki. Az igen? Ne. Figyelmeztetés. Kösz jár. Tehát ma ment ki az AutoZone-ra egy videó. Meg lefostam, valószínű holnap is fog.
Nem. Hülye vagyok. Holnap a főcsatornára fog. Köszi Áron. Tehát ma autozón, holnap főcsatornán lesz videó. És utána meg valamelyik nap megint az autózónon. Ja. Az, hú. Last left for open pit window. Az még belefér. Addig elfüstöljük az egészet. Arra van. Azok a fejek ugrálnak ott. Úgy tényleg meg is nézem, hogy... Mi van? Az autózón csacsok. Ó, már majdnem ezer megtekintés, haló. Pétén, oké. Egyé mennyire agresszív. Mondom, most gyorsan kéne bemenni a pitbe. Mi történt itt? Hát, lehetett volna jobb is. Jó pitin is. Azaz igen? Beléjük álltam egy kicsit. Egy kicsit igen. Jó, hát új a pálya, na. Ó, ő is kijött. Nem. De visszajössz az első helyre. Ennyi. Betoltak valakit? Ja nem. Azt hittem már. Jó vagyok. Vagy lehet, hogy rövid távú gumikezelésem volt, azért jött ennyire. De van plusz egy kiállás, hogy untouchable vagyok. Hát akkor én elpakolom a kormányomat. Nézem, ó, jó, nézem csak. Kire az ablakon? Minden nézni, már annyi e-mailünk van, hogy... Más tudom, mit nézzek. Szerintem lecserélem ezt a rohadt fülpárnát már, mert a bánat ki van. Rohadt meleg. Ez nem az, hogy meleg. Na így fülpár nélkül, gyerekek. Így. Így a menő. Az igen. Mondjuk... Hallod, de mint hogyha kemény keverik... Na de. Ha rendesen a kemény keverik, jobban megrázza a kormányt a kezembe, a rázókőre megyek, mint a lágy. Igen. Most így feltönt. Ja. Hát, lehet. Rendesen most így feltönt a különbség. Hogy rámentem. Szóra. De tök jó. A verseny felénél járunk.
És úgy nézni el, úgy néz ki eléggé, hogy csak autóznom kell. Hallod? Nem unalmas egy kicsit így az első helyen? Mit gondolsz? Miről? Álljak meg egy kicsit, és akkor... Várd meg őket! Ja. Lesz egy kis hancúr. Lesz nem sokára kerezésem, mondjuk az eléggé hosszú pálya, annyira azért nem lesz. Lemúr, lemúr. Na, cseh. Én nagyon jó köröket autózok fel, és jó is a pálya, jó az idő. Nem tudom, te mit csinálsz ott a boxba? Napozok! Mert jó az idő. Nem szar a boxba ülni? Napozok! Nem szar a boxba ülni és tévén nézni a pályát. De elég szar. Aj. Megóvodjuk, Ferikém, megóvodjuk. Pedig lekopogtam, hogy össze fogom törni a kocsit. Hát lekopogtad. És rohadjon meg. Lekopogtad, Feri. A német zászlódos rendős rend. Kifli mindjárt. Nincs itt, de megjelenik a csetem. De legalább történelmet írtunk. Nem hallak. Tudom. Ja... Egyébként eddig közérdekű közlemény, amíg én itt rovom a köröket. Feri asszisztensem mindjárt kilinkel a chatre egy Discord pinelt üzenetet. Legrosszabb esetben is egy linket, hiszen nem sokára, azaz... Nem visszaraktam. 19-én? Igen. Nézd meg Discordon a pinnelt üzenetet. Jó. Mert egyébként is kéne a link. Jó. De nem akarok hülyeséget mondani. Nézem. Már is. Addig szimszezzek. Na. Vagy esetleg segítettek már a cseten? I don't know. Igen, 19. Tehát 19-én, azaz szombaton a megrendezésre kerül az első KD Twitch Forma 1-es Forma 1-es futam, bajnokság, mini bajnokság, amelyben egy 100%-os Hungaroring pályán fogjuk összemérni egymás tudását. Formula 1 2015-ös játékban, a Hungaroringen, amit már mondtam. A 16 helyből már betelt, ha jól tudom, 13. Így kifejezni kevés már a szabad hely, de még van. Amennyiben valakinek megvan a Forma 1 2015, vagy G2-en rá tud áldozni 300 forintot, abban az esetben, és igazából életében már játszott autós játékkal, vagy Forma 1-jel, vagy bármilyen szimulátor autóversenyen, inkább azt mondanám, és szeretne jönni egy kicsikét, ja, hallasz? Akkor mindenféleképpen jelentkezzen a versenyre, hogy összemérhesse a tudását itt velünk, Kodival és velem, illetve pár nézővel, de viszont nagyon fontos, hogy csak homi érdeklődőket várunk, eléggé komolyan megszűrjük azt, hogy ki az, aki jelentkezhet a versenyre, és ki az, aki nem. Trollkodással is szó nem eshet, mert akkor mindenkit megkeresünk, lakcím, minden. Hallod? Agyonverdessük, szóval, igen. Ezt hogy kell kilinkelni? Hát... megfogod a linket és kilinket. Tehát van benne egy link és azt csap ki chatre. Ja, hogy csak azt? Ja. Aha, igazából, ja. 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 És elég katrá. Ja, vagy kimásom az üzenetet, he. Na, ami... milyen jó. Hát Kodi most kinyomja szépen a chatre, pillanatok van a belül. Igen. Csak be kéne jelentkeznem, de kell token. Tököm. Ami nálad van. Pillanatokon belül kilinkeli. Oda tegyed már az ujjamhoz! Jó, megvan. De hú, hány százalékom négy. Vagyok? Az jó. Akkor fel is akarnád tölteni az a rendőrt. Tehát valószínűleg az alkalmazások ne fölöd, nem biztos. De... Token. Neked is Nokia 8-od van, ne legyél már olyan, mint egy izé. De más, mint az enyém.
Miben más? Azt tudom, melyik alkalmazást keressem. Hát az Onity. Ja, tényleg. Piros. Ja, hitelesítő. Köszi. És fehér. Igen, de amúgy nem biztos, hogy az. Mert van egy másik is. Nem. A piros. A Ancilla. Ja, az az na. Twitch, itt van tökömet, hogy na, nekem nincs letöltve. Tehát pillanatokon belül érkezik a link, és azon keresztül lehet jelentkezni. Igen. Egy kis olvasás után valakit érkem. Mindjárt Lin kelem. Nestek. Egyétek. Küld már el! Boom, ott van. Én nem töltöttem ki, az baj. Alig kapnak a gumik, de mégis olyan furcsa. És azt nem értem, hogy a hátsó gumik miért kapnak ennyire. Nem nagyon szoktam kipörgetni a témát. Kéne ilyen szívószálas téma. Egy debleted évekből. Lassan meg lesz az első körözésem. És nem rendőrként, hanem... Talán a fékerő balanszon állítanom kell egy egyenlet, és nem kapjának különik előre. Ó, itt is van a körözésem. Hát azt nem ígérjük, hogy havonta lesz Forma 1-es verseny. De nem lenne rossz. Ez meg honnan igazolt ide? Go-kartból? Hallod? Még mert mindig gyorsabb, mint Feri. Hát az biztos. Nálam itt mindenki gyorsabb. Jelenleg. Hallod? Nézd már ide. Mondjad. Vagy mi? Nézd ide, hallgass már. Kérdezték, hogy lesz-e minden hónapban Forma 1-es verseny. Persze, bár. hát ha jól sikerül, én akkor nem zárkózok el előle. Meg igazából kifejezetten sokan jelentkeztek így hirtelen. Szóval én azt mondom, hogy bőven beleférne. Ha van rá igény? Ja. 15 egy kicsit fapadosabb, mint ez. Meg nem örülök annyira, de mindenféleképpen próbáltuk a lehető... Amit kéne még előtte gyakorolni, nem? Mielőtt úgy nekiindulunk a versenyt. Ájj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 j
árérték arányban a leghelyesebb, ez 300 forintot jelent jelen esetben. A 16 is van, vagy nem tudom, 1000, szóval annyira nem gáz, de próbáltuk meg célozni azt, hogy azért minden jobban elérhető legyen mindenkinek. Ez szinte ingyenes kategória. Igen, azt meg rohadt. Megmúltkor ingyenes volt. Majdnem már megint falnak csaptam ez miatt, a buzi miatt, érted? Igen, volt már ugye ingyenes is. Ja, aztán itt sok mindenkinek megvan. Balmer gyász, menjél már innen! Na, sikerült, srácok. Felepikáltam. És visszaelőz, érted? Visszaelőz, akit körözök. Hát a tököm tele van. Koncentráció, David. Csak meg lesz már. Elbuzerántó. Kék zászlód van, buzi. Takarodó van. Kösz. Most előzze vissza. Most mire van a main szakaszom. Hát nagyon szép, hogy Dávid megy. Igazából. Sok a kigyorsítás ezen a pályán a Z-ről. Nagyon lassúra. Tehát valószínűleg ezért kopott a gumi, mert azért betapad azon függetlenül, hogy nem pörög ki. Odébb mentek az alkatrészei. Mondjuk ez azért nem jó neki.
de ott meleg van. Minden célegyenesbe állítok pedig egy kicsit az elsőre. Szent sérülés javításokat. Fékelosztás, na most merre kell? Merre kell, srácok? A 0% az elő van, vagy hátul? Anyám, hát ezt nem beszéltük meg előre izékkel a srácokkal. Fékerül azt most, na melyik az elől? A 100 vagy a 0? Úgy gondolom, hogy a nulla, mert balról jobbra haladunk, balról nézzük az autót, jobbra állunk tőle, vagy mi várja. De valamiért a nullát sejtem. Nulla van elméletileg elől. Csak a közel nem jutottunk a megoldáshoz. Esetleg más. Nulla. Null. Mi? Vagy kezdődni nulla. Ja. Hát, igen, de melyik van elől, melyik hátul? Én értem. Ja. Akkor semmi. Na, Jani király. Amúgy igen, plazma, ez is. Igen. Igen. Benne van. Nem tudom. Mondjuk a hátulja indult, majd most nem az eleje, pedig... Jó, eltom, mint tökéletes. Nem semmi tudom. Baj. Mi? Fogok adni a Dávidnak is ilyen főpárnát, mert ezen áthalad, átszűrődik a hang. Hallaná, hogy volt mit mondok. Mert én most sokkal jobban hallom magamat is, meg őt is, úgyhogy rajta van. Lassan három lekötözött autót érek utalán. Nagyon jó lesz. Úszkálj, most lesz DTM Hungaroringen. Meg nem mondom, hogy mikor. De mostanában. Igen, csak lassan. Júniusban. Az igen! Nem sérült semmi, hold is itt. Hmm. Volt egy rossz érzésem. Ó, Jani, most nézem, amit írtál nekem Messengeren. Köszi, de... 50%-a... De már veszek, akkor nem ugyanolyat fogok. 50%-a legalja. De köszi. Mit akartam? Szerintem a nulla fele van a hátra. Azt kezdem észrevenni. Ó, eltom, hogy tényleg? Na, majd megnézem. Az ebből a szempontból logikus, hogy inkább előre szoktak helyezni, mint hátra. Jó. Hát mert hogyha hátraállítod, akkor... Ha hátraállítod, akkor... Akkor meg ha nagyot fékezek, akkor kicsúszik a hátulja. Igen. Épp ezért akarom előre. Mondjuk így meg... Nem tudsz kanyarodni, hogyha nagyot fékezel, de
Hát igen, de nem is szoktam kanyarodás közül fékezni. Ja. Pedig érdekes, ezt a falat nem is érzékeltem ellenőre bármi. Most már igen. Ó, megnézem, Domi. Á, mondjuk Logitech párti vagyok inkább. Hol tűnt előlem az a három? Nem lehet a boxba. Bakker. Igen, ezek több benzint is, hogyha szeretném. Hol néz ki? Az biztos. Hogy milyen, azt nem tudom. Ó, és Xbox? Xbox-osan, hogy? Csak benéztem. Igen. Minél nagyobb, annál jobban előle van. Köszi, Domi, amúgy. Utána nézek aztán. Utána meglássuk. Egy éves kormány, aha. Hát igen. Nem 10, mint az enyém. Nem 10 éves. Kövére megyek egy... Igen, már megint falnak mentem. Pedig második voltam, érted? Tartottam a második helyet. Hova tartalékoskodjak? Minél marabb legyen, könnyebb az autó. Ne felejtsem el visszaállítani. Ahol most tart, Dávid, ott törtem össze a kocsit. Ott leszakadt a szárny, és utána itt a hosszú kanyarba nekicsúsztam a falnak, és kitört mind a két kerék. Hát ja. Igazából bármit veszek, az jobb lesz. Ennél. De ja. De nyilván, ha veszek, akkor már van normálisat. Mindenki lágyan jön mögöttem. Akkor ők két kiállásom, három. Három kiállásom vannak. Ujjjjjjjj. Az határom volt. Legalább nálad vannak kinti felvételek, meg más kameraállások. Ja. Ó, mindjárt. Három körre vagyunk. Egy győzelemtől. Húha. Talán már egy kicsit csok is lett az első fék. De mintha kezdene a különbség a kettő között csökkenni, és az jó. Még egy kör dúsan. Még egy kör. Thank you.
Egyébként ezt a fake taktikát, ezt a csajtól tanultam, amikor voltunk ezen a... Voltunk az Audival, tudjátok, a tesztpályán. A Mozzu Gamer-rekkal öltve. Ugye ő mondta azt, hogy úgy kell fékezni. Egy padló. És amint elkezd a kerék csikorogni, füstölni vagy valami, abban a pillanatban visszaveszed. És egyébben visszaveszed. És visszaengeded. Mindig pontosan annyira, hogy még guruljon a kerék. Ha túlhevődik a kerekek, vagy mi van? Vagy a fékek? Nem, talán a fékek, vagy... Nem, könnyen azért nem. Oh shit. So much porn. On a ferry PC. Vagy mi? Ja, csak ezt még nem mutatom. Ja, sokkal jobban kímélődnek most azok a hátsó gumik, sőt, azóta alig koptak. Az elsők meg hozzájuk kopnak. Ez a fék balansza nagyon jól lehet ezt szabályozni a gumikopás arányt, hogy ez is hátra is ugyanolyan legyen, mert azért jó, inkább legyen jobb elől, mert az a fontos, hogy a kanyarba azért jó vezessen, de az se, hogyha szarra kapod a hátsót és utána a kigyorsításoknál vagy bajba. Inkább legyen az arányos. Húúúú, érincs az úgy nem tudom. Az előbb láttam előttem egy autót ott, ami nincs is rajta a térképen. He? Ő nem létezik. Én melyik meccset nézem? Benzin. Ó, kajak! Ami... Tényleg. Where? Hallod? Melegnek tűnik a motor? Hallod? Mi a where? Az a viselen. A viseletesnek néz ki a motor. Mert mit mondod? Hát, hogy beware, the engine beware. Hát... Vagy... Nem tudom, bármit jelented. Ah, itt vannak a szektorok, nézd, 1, 2, 3. Ó, baszki. Jó, mondjuk, hogy honnan kezd... Ja, de ott... Mit csinál? Elvonod a figyelmem. Ja. Ne. Jó, az a Magnussen, ez le van szarva. Egy ilyen Forma 1-es kormány kéne egyébként. Bocsi. Jaj, csak Dávid nem olyan, amit én mondok, én meg közül beszélek, én meg... Én se hallom őt nagyjából, de... Na, mindig. Az lesz! Az lesz, Bazi! De úgy tényleg. Nem, most nézzük Dávidot, mert mindjárt vége egy és kör. Az utolsó kör kezdődik. Azerbajdzsán a pályáján. Ami egy nagyon jó pálya. Akkor menjünk egy keményet. Keményet. Üzemanyag. Fú, UETX. Én szerintem Steamen. Nem tudom. Fogalmam sincs, mert Dávid vette amúgy. Biztos, hogy kéne menni egy komolyat? Nem biztos. Nem megyünk egy komolyat, meg egyébként is előttünk van. Nagyon jó ez a pálya, nekem nagyon tetszik. Tök jó kis kanyarok vannak benne. Főleg ez a kanyar, amennyire trükkös, annyira nagyon jó végig. Itt olyan jó, amikor neki mindig megy a hátulja. És hát erre a falra itt vigyázni kell. Meg erre egy is, ami most egy jön. Egyik kanyar sem annyira szűk, mint amilyennek kinéz. Ja.
és a célegyenesre fordító. És Dávid! Lőjük el így a végére. Aki fékez, az buzi. Vagy visszaveszi. 8 a dudát, köcsögök! És mindenki kussol. Hello! Az. Az igen. 12 másodperccel voltak lemaradni. Európa Night Day, Dave, első helyezett. Nice! Hát szép volt. Fie, Kodi, ahogy kezdted. Hú, az kifejezetten azért jó volt, én azt mondom neked. Figyelj, eddigi legjobb versenyem volt. Legjobb verseny. Igen. Hú, igazából. Én azt mondom, hogy legközelebb még jobban rádolgozunk. Egyébként még jobban ez a pálya, ez rohadt jó volt. Nagyon jó volt, ez nagyon jó pálya. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, aki esetleg még nem próbálta volna ki. Arra közösségben rengeteg csírt. Ja. A különbség az FK 2010-10, hát igazából nem sok. Azért jobb mindig egy kicsit a fizika, jobb mindig egy kicsit a szimuláció, azért kétségtelen, észrevehető. Várjál meg. Viszont nagy különbség nincsen. Competitive Strike. Oppa, 17. vagyok. Még a Red Bull Racing, hát a harmadik helyen van, viszont jaj, szóval már dobogón fönn vagyunk, viszont mínusz 163 pont a Ferenc-től egyet, nem fogom kifarmolni. A büdös életbe sem. És egy ponttal van tőlünk amúgy a William. Hát azért a konstruktőrbajnokságban nem vagyunk a legjobbak, ez biztos, de még ez is menthető. Ha szerzünk fel ennek sürgősen egy kormányt, illetve én az ötödik helyen vagyok, és hát azért faragom le, most már csak mínusz 68 ponttal vagyok le Nico Rosberg mögött. Hát még egy szép pár win. Ja. És azért... Ausztria. 2017-es sokkal jobb. Következő Ausztria, az nem nagyon ugrik be. Nekem sem. Pontosan ingyenes volt. G27, igen, az nagyon jó lenne. Fülpárna, what? Itt mik voltak? Én csak kicserélem a fülpárnámat. Forma 1, Ausztria. Kézi járon. Ausztria Ü. Az mind a pálya? Várjam. Az igen. Ausztria, mindjárt mondom neked. Hú. Hirtelen azt hittem Monza. Hú van. Ott. Osztrák. Mi? Az. Ez az. Ez. Csak fordítva volt a képben. Ja. Húha. Castrol kanyar, Rémus kanyar. Niki Lauda. Az a kanyar. Niki Lauda kanyar. Mi van? Falnak van. Tehát a célegyenes egyből egy jó jobbos. Jó hosszú, utána megint jó hosszú, de egy hajtó után, ahhoz szarra kell fékezni, megint. Ez ismerős nekem ez a pálya után. Ú, ott azok az ívek, azok is ismerős. Hú, nincs hát, benne sok kanyar. Hát nincs, nem kell majd ide leszorító erő, ha csak nem fog zúgni az eső. Abban van talán, amikor két rész között több métert is emelkedik a pálya. Az jó. Nem tudom. Hát érdekes lesz. Nagyon mercis. Hát igen, mert a mercik mennek, mint a vadállat. Nagyon gyorsak a mercik. Most is azért éreztem, hogy tudom, hogy jöttek fel annyira. Szerintem 3 kiálláson voltak, de utána meg eltűntek az éterbe. Szóval próbáltak rám jönni, de talán meg hirtelen eltűntének. Vagy lehet, hogy más szettel volt, és neki még nem kopott annyira. A franc se tudja. Szóval még 12 versenyünk van hátra. Figyelj, hogy időnkre felhozhatjuk azt a konstruktőrit. Ja. Ha mindegyik KD1-2 lesz. Meg ilyenek. Hát igen. Csak ahhoz kell a KD1-2. Ja. Na mindegy. Ja. Kitaláljuk. Na, hát ez jó volt.
Egyébként azon kívül, hogy én falnak csaptam, jó volt. Tehát, ja. Már mint a pályára értem, meg úgy a rajt is az tetszett. Rajtnál kielőztem egyet? Mert 2-3 volt előttem, igen, akkor egyet. És utána az egyenesbe úgy kielőztem azt a két mergát, ami előttem ment, hogy az... nem tudom. Igen, a VB cím az meg lehet nekem, hogyha leszakok a nullázásokról. Tehát kettőt egyszerre. Erős. Ja, meg utána megetted a mercet is. Ja igen, az volt kettő, igen. Ja. Ja, teljesen jó volt. Legközelebb, ugye jövő héten a mi kis Forma 1 bajnokságunkkal fogunk jönni, az ugye ettől különálló lesz, nagyon fontos. Így van. Ott majd lesz valami. Lesztek dobogósok. Kíváncsi leszek, remélem majd azért tudunk valamit alakítani és devesünk ki. Mondjuk azért Hungaroringen nagy a bukótér. Ott nagy. Ott nagy. Lehet füvet nyírni. Ja. Bőven. Japánt szeretem. Japán pályát az fejből pálya. Tudom. Csirke érkezik. Fejből tudom. Hallod? Azt a mocsok! De nézd, mi történt? Beküldte a csirt, és elsötétült a csetem, és eltűnt minden. Mi a tököm? Tehát, hogy sötétbe raktam. Erwin, ugye. Wow! Köszönjük szépen a nagy támogatást. Most néztem... kerékszépítés videó. Lebuktatok az autozónos... Lebuktatatok az autozónos autót. Igazából igen... Mert mi? Miért? Mi? Hát egy kicsikét jobban látszódott már. Hát, ja igen, fokozatosan egyre többet mutatni. De még annyira nem. Ez a következőben lesz majd teljesen lebuktatva. Ott már teljes egészében látszódik majd az autó egyébként. Na, akkor úgy látom, hogy tetszett. Nagyon szépen köszönjük az 500 csírt. Aki még esetleg nem látta volna azt az autózonos videót, 6 perces, akkor az menjen. És lesen rá, amíg én... szuszanak egyet, utána pedig akkor szerintem jövök vissza egy kis Underland 2-vel, egy estére valakit érdekel, akkor maradjon, de kérek is időt. Ja. Egyből kezdve simán kitaláltó, pontosan, viszont még azért lesz benne egy kis turpisság, hogy pontosan mi is az. Már az viszont nem egyértelmű, hogy pontosan mi az. Ja. Arra valószínűleg nem nagyon gondolnának. Na, köszi a figyelmet. Köszi, hogy jövök vissza. Ja, köszi támogatásokat, feliratkozások, mindent. És... oszt legyen szép napotok, aki. Ja, már nem Kodi búcsúzik. Ja. Na, sziasztok. Hello.